De ezért mondom a Nékoszról is az, hogy nem tudjuk igazából megmondani, hogy ez jó volt vagy rossz. Mert hogy, hogy mit tudom, egy pedagógiai projekt 10-15 év után mutatja meg, hogy mennyit ér. Uh -huh. És itt mi lehet minden, és azt sem szeretem igazából, hogy akkor előveszik a Horváth Árpád és a Bacsó Péter, meg a Jancsó Miklós, te jó, de ez 10 ezerből mondjuk, most tudsz 15 nevet, majd 25-50 nevet mondani. De nem, nem, ez volt a névkosznak a lényege, hanem hát, hogy hogyan tudná strukturálni úgy ezt a társadalmat, hogy ezt a nagyon értékes vidéki, paraszti háttérre rendelkező ifjúságot valahogy úgy próbálja meg integrálni a társadalmat, hogy ne törje össze őket, és ne asszimilálja őket. Ebb, erről semmit nem tudunk. Sziasztok! Én Csepregi Dávid vagyok, ez pedig a Belépési Küszöb. Itt van mellettem. Solc Nóra, sziasztok! Elérkeztünk a podcast 14. adásához. A mai... 14? 15. 15. Na, azt uh, gyorsan <gül> <igaz>. <gül> Azt hiszem, hogy uh, 15. Igen. <laughs> Bocsás, igen, 15. Biztos vagyok benne. Jó, akkor, akkor egy szép kerek számhoz érkeztünk igen. el. Újra vendége fogunk beszélgetni. Ez a vendég K. Horváth Zsolt, akit hamarosan bemutatunk nektek. A téma az pedig a Népi Kollégiumok Szövetsége, amely egy olyan intézményrendszert foglal magában, amely a második világháború után hát egy nagyon-nagyon tiszavirág életű kezdeményezés volt, viszont annál inkább meghatározó, mind a pedagógia, mind pedig a mozgalomépítés terén. Magyar demokratikus szocializmus történetének egy fontos eleme. Igen, kikerülhetetlen. <laughs> és nagyban különben az egyel ezelőtti részünkre, ahol a kulturális migrációról beszélgettünk, vitakaműlában. Kicsit feszegettük azt, hogy milyen intézményi megoldásokat Igen. lehet így felhozni erre a jelenségre vagy fenoménre. Hát itt van egy ilyen intézményi megoldási kísérlet, és most sok más ilyen médiatartalommal vagy kezdeményezéssel együtt mi is megpróbáljuk kicsit felevelíteni azt, hogy mi is volt ez valójában, miket lehet ebből levonni, stb. stb. De... Ha erre kíváncsiak vagytok, akkor maradjatok velünk. Az adás leírásában pedig megtaláljátok a Partizán Patreon felületét, hogyha tehetitek, akkor támogassátok a munkánkat azzal, hogy ott előfizettek a különböző tartalmakra kövessétek be a belépési küszöbet Facebookon, Instagramon, írjatok nekünk hogy a különböző adásokkal kapcsolatos gondolatokról a belépési köszövkukat gmail.com címán, és előre is köszi. Az az ember, aki azt mondja, hogy nincs különbség bal és jobb oldal között, az jobb oldali. Mi nem az ellenzék ellenzék, hanem az ellenzék lelkismerete szeretnék lenni. Lelk. Megint úgy hogy olyan ember, aki nem cselekszik meghatározott az állásponton, az egész társadalom egy erre Amikor a kapitalizmus világmérő bukására én sem látok rövid távol kilátást. Miért tetszik lábjegyzetelni a saját életét? Miért nem tetszik átélni? Miért csak reflektál? Nagyon köszönjük Zsolt, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Én köszönöm a felkérést. Igen, és akkor szerintem először nagyon szuper lenne, hogy egy kicsit beszélnél arról, hogy neked hogy jött ez a téma, hogy jött Mirei Ferenc, hogy jött a nékos, egyáltalán nem tudom, akár az ilyen baloldali eszmetörténet, történet, történet uh -huh. mit tartasz ebből így kifejezetten fontosnak? Szóval K. Horváth Zsolt vagyok, történész vagyok. Én azt szeretem leginkább mondani, hogy a kulturális formák és gyakorlatok társadalom történetén foglalkozom, főleg 20. században amiben nagyon sok minden benne lehet, tehát a kultúra történettől az oktatás történet, pedagógia történet és a tudomány történet, és ennek mondjuk egy elég jó, vagy érdekes ötvezete, vagy metszete ez a Mérei Ferencről szóló életrajz, amit nagyon régen kezdtem még el, vagy hát pontosan nem is én kezdtem el, hanem ez még a ma már nem létező 1956-os intézet kezdte el valamikor a 2000-es évek közepén és akkor ebből született egy tanulmánykötet, de akkor én rengeteg anyagot egyébként például pont a nékosszal kapcsolatban összeszedtem, meg fel, kutattam, feltártam, és akkor arra gondoltam, hogy ebbe azért sokkal több van, mint hogy, hogy az ember le tudja mondjuk egy-két tanulmányjal. És nyilván ebben van egyébként a, a Mérei Ferencnek a személyiségéből is valami, amit most nem akarok ilyen hagiografikusan beszélni róla, hogy valamilyen elképesztő, nem tudom, utolérentem mert hogy nyilván voltak ilyen tulajdonságok, és nyilván voltak mint minden embernek rossz tulajdonságai is, de az, hogy az életműve, a gondolkodása, a törekvései, a politikához, a tudományhoz, a baloldalhoz való viszonya, szerintem nem is azt mondom, hogy vonzó, hanem az, hogy annyira izgalmas, hogy annyira érdekesnek tűnt, és mondom, most a 2000-es évek közepén vagyunk, amikor tulajdonképpen ebből a azért ma sem nagyon tágas baloldalból gyakorlatilag szinte semmi nem volt még meg. Viszont nekem nagyon-nagyon vonzónak tűnt sok okból, vagy több okból is, nyilván az életmű is, de mondom, maga, maga a figura, maga a személyiség is, illetve az, ahogyan beszélt a pedagógiáról, ahogyan beszélt az oktatásról, ahogyan, ahogy volt benne egyfajta ilyen, amit ma már egy kicsit ugye, ilyen naív dolognak tartunk, volt benne némi messianizmus is, bár ezt néha itt tagadta, de szerintem teljesen egyértelműen volt, és zárójában hozzáteszem, hogy szerintem, aki pedagógiával foglalkozik, és nincs benne egy szemernyi messianizmus, ez szerintem... Tanárszülők gyerekeként. szerintem, szerintem, szerintem nem mond igazat. Én is tanítok, meg tanár vagyok, tehát pontosan tudom, hogy minden órára kb. úgy lép be az ember, hogy hogy, hogy itt most valami olyasmit kell előadni, hogy itt vannak ezek a diákok, akik mit tudom, lehet, hogy csak egy fél évben tízszer jönnek be, de lehet, hogy csak háromszor. Szóval, hogy akkor kell őket elkapni, amikor éppen ott vannak. Ezért szerintem minden ilyen pedagógiai helyzetben van valami ebből a messianizmusból, és hogy minden pedagógiai helyzet, egyben politikai helyzet is. Ez nem azt jelenti, hogy a katedráról kell ideológiát hinteni, szóval erre gondolok, meg hát a Nékos erről szólt egyébként, vagy nem csak erről szólt, mert nyilván ilyen is volt benne, hanem elsősorban ez, amit ugye nagyon-nagyon sokszor elmondtuk már itt az elmúlt, mit tudom én hány évben, vagy már az másfél évtizedben, hogy a kritikai gondolkodásról van szó, vagy a gondolkodás képességéről van szó, vagy arra, hogy valaki felismeri a helyét a társadalomban. És nekem mondjuk ez volt, tehát amikor először elolvastam a, a Mireinek a könyveit, majd arról is beszéltünk esetleg, akkor tulajdonképpen egyrészt kirajzolódott, 1945-46-47 és még 48 elején közepén is nagyjából kirajzolódott egy olyan típusú demokratikus szocializmus, amit a Nóra itt említett is az előbb, amelyről nagyon-nagyon keveset beszéltünk szerintem a rendszerváltás óta, és hát, hogy egészen őszinte legyek, előtte se nagyon sokat. És igazából nehéz, tehát magát az anyagot is nehéz volt egy kicsit megfogni, hogy oké, okay, de hogy akkor ezt hogyan lehetne elképzelni, Azért a 90-es években nyilván kicsit a rendszerváltásnak köszönhetően is egyébként ugye megjelentek méreinek különböző művei, tehát olyan tanulmánykötetek, művészet lélektani kötet, akkor megjelent normális kiadásban a lélektani napló, meg szóval egy sorkönyv, ami azért nyilván főleg a pszichológusokat, szociálpszichológusokat, szociológusokat, de egyébként történészeket is, ugye nagyon izgatott, vagy valamennyire, de nagyon izgatott az egy talán túlzás, de hogy valamennyire azért izgatott, hogy mit lehet kezdeni ezzel a, akkor ugye ezekhez 86-ba halt meg, tehát mondjuk a 90-es évek közepén ugye már egy tíz éve halott embernek az örökségével, mit lehet kezdeni, és ilyenkor mindig az történik, hogy az utó, ez szükségszerű egyébként, mert mindenkinek vannak különböző elfogultságai, de hogy mindenki elkezdte egy kicsit stilizálni, hogy akkor mi is legyen belőle, és nyilván itt a 80-as évek legvégén így nagyon adódott, hogy egy 56-os hős legyen belőle, akit 59 április 1-én valóban elítéltek, és valóban le is töltött, 63-ig letöltötte a büntetését és amnestiával szabadult, tehát hogy ez is benne volt, és az 56-os hagyományoz is végig hű volt egész életében, ez teljesen egyértelmű és teljesen tiszta, de azt is lehetett látni, hogy a 45 és 48 közötti szerepével nem nagyon tudtak mit kezdeni. És akkor voltak ilyen pro kontra hogy hát tulajdonképpen ő jó volt, csak a rendszer romlott el, szóval egy kicsit ilyen, és nem akarok ilyen nagyon sommás lenni, de az egy kicsit sematikus volt szerintem a, az ő képe, és akkor a másik oldalról néhány jobboldali pszichológus pedig, hát tulajdonképpen egy ilyen önkény úrnak festette le, aki az Országos Nevelés Tudományi Intézet élén, ami nagyon-nagyon rövid ideig létezett, 48 őszétől 50 márciusáig ápr április közepéig körülbelül, tehát egy más, bő másfél évig létező intézményről beszélünk, ahol élet és halál ura volt, és szóval hogy elindult egy ilyen démonizálás. Szóval az egész valahogy úgy indult el, hogy egy kicsit ilyen, ilyen kultuszkritikát kellett csinálni, hogy akkor megpróbáljuk már megnézni azt, hogy valójában ki volt ő, és akkor ehhez kellett ugye rengeteg ilyen levéltári átnézni, amiként mindig ilyen szörnyűen hangzik, de valójában hihetetlen izgalmas egyébként ezeket elolvasni. Most, hogy jöttem ide a Baros utcába, ugye itt van a Fazekas Gimi, és hogy az az intézet, a Székesővárosi Nevelés -Tudományi Intézet, ahol 45 után dolgozott, és szerintem az életművének a Mondjuk így, hogy az egyik legérdekesebb, vagy legtartalmasabb, és szerintem ennek a beszélgetésnek biztos, hogy terítékre kerülő részét ebben az intézetben Nem. végezte el. Ennek volt egy lélektani intézete, és azokat az alapmunkáit, mint az együttes élmény, vagy a gyermekvilág nézete, a Nékossal kapcsolatos különböző előadása egyébként, meg az egész ilyen valóságpedagógiája, meg cselekvő tapasztalat, szóval vannak egy ilyen fogalmak, amivel visszatérhetünk egyébként. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon konstruktív időszaka, és 45-46-47-ig, 47 legelejéig tulajdonképpen ő inkább egy ilyen kutató beosztottként dolgozik, és nagyon szép kutatásokat csinál egyébként és aztán 45-46-ban találkozott egyébként Hegedűs Géza író révén Kardos Lászlóval és Fekete Sándorral, és valahogy így keveredett oda, ugye ez nem teljesen világos egyébként, hogy hogy keveredett oda, mert hogy itt azért mégis csak alapvetően arról van szó, hogy egyébként 1909-ben született, tehát a, 20-as évek végén, 30-as évek elején ráadásul kimegy Párizsba, de azért voltak így a barátaink keresztül, meg volt személyes kapcsolódásaik a kosságféle munkakörhöz, de a népiekhez semmi köze nem volt. Tehát az, ami az első, szerintem egy nagyon érdekes dolog, ami a nékoszhoz is tartozik, meg általában a népi mozgalomhoz, hogy hogy kerülnek kommunisták tulajdonképpen, sőt, tulajdonképpen azt is hozzá lehet tenni, hogy olyan kommunisták, akik közül a népek ugye nagyon sokan zsidónak tekintettek, mint mondjuk méreit is, hogy hogyan kerülnek közel ehhez a mozgalomhoz, amit, és akkor itt megint ugye az embernek a kognitív sémák egy ugrálnak a fejében, hogy a népi urbánus, nem tudom, az így nem fér össze. És ez az első ilyen, ez most ezt végképp nem lesz idő szétszedni ebben a beszélgetésben, de szerintem ez egy nagyon-nagyon lapos közhely, és hogyha megnézzük igazából a, a népi mozgalomnak a történetét, akkor látható az, hogy valóban, hogyha mondjuk a baloldal alatt a, a kommunista pártot, illetve a szociáldemokrata pártot értjük a két háború közötti időszakban, meg persze vegyük hozzá még azt a rengeteg apró kis sejtet, meg kis kört, meg kisebb-nagyobb mozgalmat, amiket szerintem nagyon izgalmas nagyon érdekesek. De mondjuk azért a nagy hatásuk nem volt, mondjuk a magyar-baloldal története, ami a szocdemeknek, mikor láthatja, hogy a Szociáldemokrata párt valóban tök süket volt erre a kérdésre. Tehát nem nagyon tudtak vele, mit kezdeni, még egy olyan egészen kiváló elmesen, mint Justus Pál, hanem ők, vagy az ipari munkásság, városi munkásság, városi proletariátus, városi szegénység, nem tudom, mi a mi elsősorban. Úgy, mire utalsz, hogy mivel nem tudtak, mit kezdeni? Tehát a népiekkel. Vagy... Tehát a, né a, népe, de hogy a népi vagy... mozgalommal, vagy hogy alapvetően a vidéki Magyarország valóságával is? A vidéki Magyarország valóságával sem nagyon, ami nem jelenti azt éppként, hogy nem voltak köztük vidékiek, mert nagyon szép számmal voltak, de az az akkor izmosodó munkás kultúra szerintem felszippantotta ezt a fajta törekvést. Tehát az, ami a népiekben benne volt, hogy valahogy a a lokalitástól, tehát attól a helytől, ez lehet egy tanyás, vagy lehet egy apró falu, egy tanyás szerkezetű település, adott esetben egy kisebb város, falu, sok minden lehet. Ugye a népi urbánusban nem az az érdekes, hogy ki született a városba, és ki nem a városba született, szóval ez mindegy, már a kifejezés is ilyen nagyon leegyszerűsítő, hanem az, hogy a, ebből a lokalitásból való kilépés, az tulajdonképpen valahogy úgy történjen meg, hogy mindaz, ami a, a vidéki Magyarországhoz, és elsősorban itt ugye erre az akkora magyar lakosság, vagy nem, sőt, igazából több, mint a felét kitevő mezőgazdasági népességre értendő, ami mondjuk adott esetben a birtokos paraszt is benne volt, de benne voltak a zsellérek. Tehát azok, akiknek nincsen föld, kubikusok, ugye, akik az országot járták tulajdonképpen különböző földmunkák után. Erre igazából ugye a 30-es évek elején Révai Józsefnek a Riva József lesz az, aki elkezd érdeklődni ugye a népiség iránt, és szemben megint egy kicsit a, a konvencionális felfogás, hogy a nékoszt mindig rajklászlóval kötjük össze, hogy az első igazi nagy szövetségese a kommunista párton belül, az valójában Réva József volt, és csak utána jött rajklászló. Lényegében tehát, most visszakanyarul egy picit a méreihez, hogy ugye az történik tehát, hogy a hegedűs Gézen keresztül találkozik ugye a Kardosra és a Fekete Sándorral, Kardos Lászlóval, aki szintén 56-os volt, Fekete Sándor szintén 56-os volt, és és így kerül be a nékozba, itt valamikor 46 környékén, tehát ugye 46 nyarától datálódik ugye a Györfi kollégiumnak ez a nevezetes felhívása. És onnan indul meg valójában ez a nagyon rövid életű történet, ami amennyire rövid életű, annyira lendületes volt. 1947. január legelején tartanak egy, az is a neve, vagy első nevelésügyi kongresszus, és ott Mérei már tart egy előadást, és ugye arról beszél, ami tulajdonképpen az ő pedagógiáját ismerve, most nyilván a hallgatók nem nem ismeri, úgyhogy majd erre mondok egy pár mondatot, de mondjuk az ő pedagógiáját ismerve nem annyira meglepő, ez pedig arról szól tulajdonképpen, hogy az iskola az hogyan, tehát az iskola mint emancipatorikus eszköz. Tehát az, hogy, hogy abból indul ki, és ez nem magyar sajátosság egyébként, de mondjuk Magyarország ebben az időszakban, tehát a két háború közötti időszakban az iskolarendszer tekintve valóban meglehetősen visszamaradt. Ugye gyakorlatilag a már a tanácsköztársaság előtt is napi renden volt ennek az úgynevezett hatosztályos elemi iskolának a kivezetése, amivel nem is csak a hat volt, tehát, hogy a, na, tehát nem a hat osztály volt alapvetően a baj vele, hanem az volt az igazi nagy baj vele, hogy az egész iskolarendszer zsákutcás szerkezetű volt, és hogy, hogy tulajdonképpen úgy épült fel, hogy ugye a négy plusz, tehát a negyedik, tehát a tizedik életévben kellett iskolát váltani, és akkor valaki vagy polgári iskolába ment, vagy gimnázium, a gimnáziumnak is több típusa volt, vagy mint egy felsőkereskedelmi iskola, felsőipariskola, tehát ilyenek voltak, ami nagyjából mondjuk a szakközépiskoláknak feleltek meg. Viszont csak a nyolc osztályos, és főleg gimnáziumból, egyébként nem a felső kereskedelmi iskolai érettségével is lehetett felsőoktatásban jelentkezni, de a 4 plusz 8 plusz így lehetett jelentkezni egyetemre, és az, aki mondjuk polgári iskolába ment, az 14 éves korában befejezte a pályafutását, és onnan nem lehetett se tovább menni. Ha valaki a hat elemit végezte el, az megint zsákutcán, szóval megint nem lehet tovább menni. Na most nem kell nagyon alaposan ismerni hogy az oktatás szociológiát, hogy az ember rájöjjön arra, hogy melyik társadalmi csoportok voltak azok, amelyek elakadtak ebben az iskolarendszerben, és ugye az egyik legfontosabb dolog, és ez tulajdonképpen méreitől függetlenül megtörténik már részben a két háború között is, hogy az iskola rendszert meg kell változtatni, ezt a népiek ugyanúgy mondták, mint mondjuk Márai Sándor, tehát ez nem volt annyira egész, különleges. Volt egy elég komoly értelmiségi konszenzus arról már itt a 30-es években, 40-es években, hogy meg kell változtatni az iskola rendszert. ezek 40-ben be is vezetik a nyolcosztályos osztályos elemit, amit viszont a háború miatt nem sikerül végvinni, tehát igazából nem történik meg érdemben a rendszer, hanem egy teljesen hibrid, nagyon szerencsétlen konstrukció marad meg. Viszont ezt mindenki látta, és ezt a népiek is szorgalmazták, de mondom, a magyar értelmiségen belül erről többé-kevésbé konszenzus volt, hogy ezt a fajta bezárkózó, abszolút ilyen izoláló iskolarendszert, ezt mindenképpen meg kell szüntetni. Erre egyetlen egy, hogy mondjam, szféra nem volt igazából felkészülve, a politikai pártok, ilyen oktatás, politikai tanulmányából tudhatjuk azt, vagy tudjuk azt, hogy hát igazából, hogyha megnézzük a pártok programját, nem voltak olyan nagyon izmosak, ezek a, talán még a megnek volt a legjobban kidolgozva, Viszont ugye tulajdonképpen előléptek sok esetben egyébként az emigrációból vagy a háborúból visszajövő olyan értelmiségiek, és ilyen volt a mére is, aki hát kifejezetten erre volt kiképezve, hogy ilyen csúnyán mondjam, mármint hogy nem kiképezve, hanem hogy ő a numerus clausus miatt ugye elment Magyarországról, és teljesen véletlenül egyébként, vagy nem véletlenül, az abszolút véletlenekben nem hiszek, ezek inkább ilyen kontingenciák, ilyen esetlegességek, szóval amikor keresed a sorsodat, és véletlen rád talál valami, nagyjából így lehetne ezt szerintem összefoglalni, és hogy elmegy Párizsba, beiratkozik a Szorbonra, és nem fogalma sincs, hogy mivel szeretne foglalkozni, de egyszer csak betéved egy Henri Vallon nevű marxista, pszichológusnak a, az előadására, ahol némi szerintelenségről tanúságot téve egy idősebb interjújában azt mondta, hogy pont azt mondta el, amit én akartam hallani. <laughs> hát ami <veszélyen> éppen fordítva <laughs> volt, át, hogy van valami, amit mondjuk itt sejtesz magadba, de adott esetben nem tudsz jól kifejezni, <laughs> és van valaki, aki ezt tűpontosan el tudja mondani, hogy mi az, amire te gondolsz. Igen. Igen, igen, igen. Hát, igen, azt mondom, ezt hívják ilyen aha élménynek, igen, hogy jön. valami így, így, így kigyílik így a fejedben, és azt mondod, hogy fú, és akkor ez egész hogy fú, hát akkor jöttem rá, hogy én pszichológus akarok lenni. És ugye a vállalónak az volt az elképzelése, hogy ez ilyen determinista és individualista, hogy mondjam, ilyen személyiségképhez képest, mondjuk talán egy picit ma ezt másképpen fogalmaznánk meg, de akkor azt mondta, hogy a gyermek egy fehér lap, amelyre a társam írja fel a jelentéseit ezt lehetne árnyalni, meg ez meg egy kicsit a másik oldalnak a túlzása szerintem, de valójában ugye azt hangsúlyozta, vagy azt vette ki belőle mérei, hogy a gyermek az nem önmagától fejlődik, a gyermek az nem belülről, tehát nem azon, hogy hagyjuk magára, és majd egy csodálatos nem tudom, mi fogod kivirágozni, én mondjuk az ilyen pedagógiában annyira nem hiszek, hanem arra gondolt, hogy tulajdonképpen egy olyan millióbe kell helyezni, és az egész gyermeklélektan tulajdonképpen hogy a másik igazán nagyon jelentős figurája az Jean Piaget és Svájci pszichológus volt, aki, aki, egy ilyen genetikus ismeretelmélettel foglalkozott, ő igazából filozófus voltam is pszichológus, és ugye azt vizsgált, hogy a gyermeki értelem az hogyan bontakozik ki, és hogy mit tudom én, mondjuk azzal, hogy egy gyerek elkezd játszani a kezével, hogy mennyire fontos az a manuális, az a mozzanat, ahogyan az agya és a keze elkezd összehangolódni, és akkor hogyan alakul ki, ugye mire ezt úgy az élmény gondolkodás, tehát amit az élményeken keresztül színezi át a körülötte lévő világot, és akkor hogyan jut el mondjuk egy 8-9 éves, inkább 9 éves korában, hogyan jut el a fogalmi gondolkodásig, tehát hogyan tud megkülönböztetni ö, olyan eszméket, amelyek nem kézzel foghatóak, hogyan jönnek az értékek, hogyan veszi ezeket át. Tehát ez szerintem egy nagyon, nagyon érdekes mozzanat az egészben. A vállonhoz azért is kötődött jobban, nem csak azért, mert, mert a tanára volt, hanem valóban marxista volt, és egyébként a, a vállonnak is volt egy rövid ilyen oktatáspolitikai szereplése a negyedik köztársaság kormányában. Nem tudom már pontosan mennyi ideig, azt hiszem, egy-másfél évig nem volt nagyon hosszasan ő sem. Magyarország, hogy is mondjam, tehát hogy elmaradott volt az iskolarendszer, és rosszabb volt az iskolarendszer, mint mondjuk a még a régióhoz képest is egyébként, de de a lényege mégiscsak az volt, hogy az, a második világháború utáni ilyen mondjuk így, hogy szociáldemokrata, vagy baloldali konszenzus mégiscsak azt tekintett a legfontosabb társadalmi mobilitási eszköznek, hogy nagyon komoly összegeket kell az oktatásba fektetni, és hogy nagyon sok országban tapasztalható az, hogy az általános iskola, vagy, az általános, vagy éppen hogy hívják, de mondjuk az, a, a, a mi általános iskola fogalmunknak megfelelő iskolát, után ugye a középiskolát is ingyenessé tették, ami egy nagyon fontos lépés volt, mert mondjuk a két háború közötti Magyarországon is ugye tandíjas voltak, tandíjasak voltak mondjuk a gimnáziumok például. Tehát ezek mind-mind arra mutattak, hogy, hogy nagyon komolyan gondolják, tehát nem azt gondolják, mint nagyon sokszor ma gondoljuk, hogy az oktatás ez nem más, mint egy ilyen feneketlen kút, amely dobálodba a pénzt, hanem azt gondolták, hogy ez a stratégiai ágazat, ami arról szól, hogy hogyan lehet egyelőbbé tenni a társadalmakat, vagy pedig hogyan lehet az az ordító egyenlőtlenséget, ami a két háború közötti Magyarországot jellemezte, hogyan lehetne felszámolni, és itt nem csak a, a, az írás tudatlanságról van szó, hanem arról, hogy tulajdonképpen ugye az első világháború utáni években, amikor szavazópolgárok lettek, tehát a nők is szavazópolgárok lettek, a munkások szavazópolgárok lettek, tehát a különböző akár nemi, akár vagyoni, vagy ért, ö, diplomához, vagy valamilyen érettségéhez kötött cenzusokat eltörölték, akkor ugye csak arról van szó, hogy a társam többsége, mondjuk a 18, vagy 20, vagy 21 az országonként változik, hogy mennyi volt az életkori cenzus, de hogy az e felett lévők, azok valójában politikai szubjektumok lettek, és akkor ugye az a kérdés, hogyha valaki, valakinek nem adjuk meg a lehetőséget arra, hogy művelje magát, és nem adjuk meg a lehetőséget arra, hogy tájékozódjon a világ dolgaiban, akkor mégis mi fogja ezt az úgynevezett tömegdemokráciát fenntartani? Én kicsit közbevágnék, csak annyi van, hogy igazából számomra ez a nékos téma, meg alapvetően a második világháború utáni helyzet mind inkább ilyen politikai vagy ilyen osztályszekreti szempontból, így azért érdekes, mert hogy nagyon rímál ugye a mai helyzetre. Hoztam egy ilyen idézetet, amit azt hiszem, hogy a nagy Kristóf a középiskolája által szervezett Nékos sétáján is használ, és egy kedves barátom ajánlotta nekem is, ez a Gyenes Antaltól van, aki a kardos, és a mérei mellett egy ilyen nagyon fontos szervezője volt a Nékosnak, és akkor felolvasom, rövid lesz, esküszöm. A felszabadulás előtt, ugye az 1945. április 4-e. <laughs> <laughs> <első> a a felszabadulás előtt a munkás vagy parasztember akár el is sirathatta a fiát, ha iskolába adta, mert az vagy beletört az úri törvénybe, és minden sovány konc, melyet juttatott neki a horti rendszer, júdás pénz volt, mert szüleit, szülei osztályát kellett elárulnia érte. Vagy pedig, ha az urak Magyarországa helyett a munkások és parasztok Magyarországát választotta, akkor örökre megbélyegzett ember, szellemi inségmunkás, állástalan diplomás lehetett belőle. Nem tudom, ez, amikor elolvastam ezt az idézetet, akkor nagyon-nagyon nagyon magamnak tudtam érezni, nagyon emlékezhetett azokra az ilyen dilemmákra, amelyek így otthon a családom vagy a családom környékén így nagyon igazából intenzívek voltak a továbbtanulással, egyetemre menettel kapcsolatban, és ezt itt nagyon sok embertől visszaadottam. És érdekes, hogy ez az egész dilemma valójában élt a világháború után is, abban az adott társadalmi és politikai kontextusban, amelyre ugye maga a nékosz, ahogy te is mondtad, és illetve ez az ilyen kritikai, vagy nem tudom, hogy akkor lehet -e ezt így mondani, vagy hívták ezt így, kritikai pedagógiai, lélektani irányzat próbált egyfajta ilyen magyarázatot, vagy próbált egyfajta ilyen megoldást nyújtani. És csak így gondoltam, hogy menjünk kicsit bele abba, hogy milyen előzményei voltak, mert említetted a Györfi kollégiumot, aminek az alapítója Györfi István, aki viszonylag hamar meghalt, de, már, de a kollégium az 39-ben alakult. Szóval a népi mozgalmak mellett milyen intézményelizményi voltak a Nékosznak, és hogyan intézményesült végül? Uh -huh. uh. Jó, hát ez a, a másik nagyon izgalmas szál ebben a történetben. Itt ugye arról van szó, hogy, és itt talán még egy picit 39-et tényleg csak két mondat erejéig érdemes visszamenni az úgynevezett népi szociográfiáig, amit ugye általában a 30 es évek legelejéhez szoktunk kötni, és amelynek tulajdonképpen az egyik feltett célja, és egyébként ez ilyen visszavisszatérő lesz, biztos még előkerül a beszélgetésben, az a valóságszónak a folyamatos használata. Tehát, hogy az volt a népi mozgalomnak az egyik legfontosabb célja, hogy a valóságot megmutassa, azt a magyar valóságot, amely a magyar lakosságnak mondom, a, nagyjából az 50 át érintette, és amely tulajdonképpen nem volt igazából közbeszéd tárgya. sőt, hogyha egy kicsit, ö, 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 kicsit még kiélezném ezt a mondatot, akkor azt mondom, amely szinte ismeretlen mm -hmm. volt a, az akkori elit számára. Tehát, hogy hogyan lehet ezt megismerni? És akkor tulajdonképpen itt ugye megint lehetne tenni, hogy miért mondjuk a szociológusok miért nem beszéltek róla, hát azért nem beszéltek róla, nem volt magyar szociológia, <hül> illetve voltak ilyen sporadikus kezdeményei, tudunk a 20. századról, meg ezekről, de valójában úgy, abban az értelemben oktatás szempontjában nem tudott intézményesedni, hogy nem lehetett szociológiát tanulni. Persze ilyen önképzéssel mindenki foglalkozhatott vele, meg nagyon progresszív dolgok megjelentek a XX. században, de hát az mondjuk Jászinak az emigrációja után, ha ment is tovább, és voltak is egyébként mondjuk a századunk, ami egyfajta ilyen folytatása volt ennek, tehát hogy voltak progresszív kezdeményezések, de oktatás szempontjából nem, nem tudott intézményesülni. És a, a népi szociográfiára, vagy általában a szociográfiában, ugye elsőben nem is társadalomtudományos műfajként szoktunk tekinteni, inkább irodalomként. Hogyha mondjuk egyáltalán mondjuk egy mai középiskolásnak ez mond valamit, akkor ö, jobb esetben gyólák a puszták népe az, ami így beugrik, ö, ami valóban egyébként egy nagyon fontos szociográf, és egyébként így és személye is nagyon fontos volt. A, nem csak a népieknek, hanem egyébként például a méreinek is, tehát ő ö, haláláig nagy illés, így és rajongó volt vagy ilyesnek egy ilyen, Lehet az hogy a megvesztegetetlen olvasója <laughs> Lehet az Illést is szerettem. <laughs> illés Béla is volt, az a főnöke volt, az új szó című, ahol oh. a vörös illetve hát, annyira nem szerette, és az Illés Béla volt egy nagyszerű író, az mondjuk az, ahol lesz hogy a Egyébként ezt mondtam mert elkezdtünk beszélgetni, hogy a népiek, vagy nem tudom, a szövegei kevésbé ismertek, például a puszták népe, azt szerintem még nekem ilyen gimnáziumban igen. anyag volt. Mert igen, szerintem igen. az az egyetlen, igen. ami viszont azért. Azt szerintem a hallgatóink is itt abban is máját, Igen, 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 igen. Azt hiszem, hogy egy ide, most nem tudom, hogy van, de egy ide igaz ilyen ez az úgynevezett utálatos kötelező olvasmány volt, de nem biztos, hogy kedvet lehet mondjuk a népirodalom olvasáshoz, az nem. De minden esetre mondjuk egy órán, mert én mondjuk az ilyen bevezetés a társam be az elsősöknek ott szoktam tanítani mm. a népi szociográfiát, meg a szociofotót is egyébként, mm. ami hát egy szintén izgalmas téma, és ugye vannak is mondjuk bizonyos kapcsolódások. De a lényege tehát ez, hogy, hogy, hogy úgy kellene megjeleníteni, vagy úgy kellene hangot adni, vagy ha a szociofotóról beszél úgy kellene képben megmutatni azt, hogy hogyan él a vidéki magyarság, vagy elsőbben a falu, a, a tanyák népe, az apró falvak népe, hogy hogyan él a magyar lakosságnak mondjuk, mint egy fele, hogy olyanok mutatják meg, akik tulajdonképpen a benszülött perspektívájából tudják megmutatni. Tehát ne az legyen, hogy tényleg a, a részvevő megfigyelés idejön mondjuk valaki a városba, és megpróbálja elmondani, mondjuk, hogy interjúzik, és akkor szóval, de nem is voltak akkor még azért az akkori Magyarország ilyen ki, ilyen e, 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 finom, vagy ilyen kidolgozott eszközök hanem Olyan. olyas valaki, aki eleve jól ismeri ezt a közeget, és ilyen értelemben persze azt gondolom, hogy nem is volt feltett célja a mozgalomnak az, hogy ez csak tudományos feldolgozás legyen, hanem ugye magában a feltárásban volt, és a Lackó Miklósnak van egy ilyen, történészként elég sokat foglalkozott egyébként a népeknek az eszme történeti részével, hogy azt mondja, hogy van egy metapolitikája ennek a valóságnak, vagyis azzal, hogy megmutatjuk, azzal, hogy megismertetjük mondjuk az erre érdeklődő olvasókkal, azzal tulajdonképpen magát a problémát is megformáljuk. Tehát hogy akkor válik igazából problémával, hogyha kimondjuk, ha nevet kap. Szóval ez a diskurzus ereje, hogy valamit egyszerűen így, így utána tudunk majd emlegetni, és aztán bele lehet kapaszkodni, és különböző fogalmakat vagy megközelítéseket abból ugye el tudunk csípni. És akkor így jön létre tulajdonképpen ez az igény, és akkor a következő, ezt most nem mondom végig, mert ez egy, megint egy másik nagyon izgalmas beszélgetés témája lehetne, de ettől ugye nem lehet elválasztani a, ennek az úgynevezett paraszt kollégiumnak a, az ötletét, ami valóban Györfi István néprajzkutatónak a nevéhez, illetve a körülötte lévő fiataloknak a törekvéseihez kapcsolódik, és ugye az első kollégiumot aztán, tehát a Bólyai kollégiumként indul, de aztán a Györfi István valóban váratlanul nagyon gyorsan a, a kollégium megalapítása után meghal, és aztán felveszik a nevét, és utána lesz Györfi kollégium. És ebben szerintem az a nagyon-nagyon fontos, vagy egy mozzanatot emelnék ki csak ebből, hogy a, és azért mondtam el a szociográfiát is, mert ebben az a az, nagyon az fontos, hogy ez egy alulról szerveződő dolog. Uh -huh. Tehát nem arról van szó, hogy a második világháború befejezése után az akkori politikai elit akar magának csinálni egy szervezetet. Mert így is meg lehet közelíteni, és ez sem hazugság, mert minden politikai pártnak volt ifjúsági szervezete. És hogy nagyon-nagyon számítottak a fiatalokra egyébként, és nagyon sok fiatal volt a politikában. Hm. Ezzel, ezzel meg ez a ja, mából szinte, ja. szinte meglepőnek tűnik. Tehát nem erről volt szó, hanem arról volt szó, hogy ez egy szerves fejlődés eredménye volt, a, most a Györfi kollégiumnak fogom mondani, szerves fejlődés eredménye volt az, hogy ez a kollégium létrejött, és aztán utána, hogy 46-ban. De tulajdonképpen a háború alatt is, vagy a Budapest ostrom után, vagy kifejezetten a, város felszabadulása után is egyébként, amikor összegyűltek a, a, a Györfi kaleszosok, Például a, például a szabadsághíd, a romeltakarítás, a szabadsághídnak a középső részének a rekonstrukciójában, de főleg a romeltakarítás, többi részt vettek. Tehát az tulajdonképpen szóval, az első pillanattól be, fogva benne van a, a népi kollégumnak a hagyományában, hogy ez nem csak egy oktatási egység, hanem a közéletre való nevelésnek egy nagyon fontos helyszíne. És a kettő összekapcsolódik. Tehát, hogy tulajdonképpen ebben van egy ilyen, ugye, hogy minden jó elmélet gyakorlat is valójában, és hogy azért érdemes elméletekkel megismerkedni, mert azok segíteni fogják a gyakorlati cselekvést, uh -huh. és a gyakorlati cselekvésnek, amikor elveszünk így a mindennapoknak a mocsarában, akkor meg érdemes kicsit fogalmilag, vagy valahogy módszeresebben végig gondolni azt, hogy mi is, mit csinálunk, mit szeretnénk tenni. És ez nagyon erősen benne volt, ezt tulajdonképpen a, a györfi kollégisták hozták be, és aztán amikor 46 ban ez az előbb említett felhívás, ez megszületik, onnan kezdik el igazából hálózatta, onnan beszélünk a Népi Kollégiumok Országos Szövetségéről, vagy röviden Nékoszról, és innen alakul ki tulajdonképpen ez a hálózat, ami 48 nyaráig, ami Azért fontos, ugye, mert a, a pártegyesülés után a Magyar Dolgozók Pártja néven működő valójában stalinista párt, az ugye szint az első pillanattól fogva egy, egyrészt felhasználni akarja a nékoszt, illetve bizonyos kádereket kiemelni belőle, és ebben valóban Rajk Lászlónk egyébként volt szerepe, de a másik oldalon pedig látta azt, hogy egy alapvetően önkormányzatiságra épülő, alapvetően demokratikus döntéshozatalra épülő, és alapvetően kritikai gondolkodásra épülő, hogy mondjam, önjáró diákszervezet, amiben mondom, a csúcson nagyjából tízezer diák volt a rendszerben, és olyan 160-170 kollégium, most nem egy pontosan 160 kollégiumok volt, azért annak van súlya. Tehát, hogy, a, hogy ez, mm -hmm. egy, ez tulajdonképpen Ugye a, ugye a politikusok felől, vagy a döntéshozók, vagy a politikai akaratképzők szemszögéből nézve, ez tulajdonképpen egy már-már veszélyes tömeg, ami ekkor volt ennyi, és hogy ezt hagyják növekedni, akkor ki tudja, hogy, és mondjuk nem, szóval mindegy, nem kezd el nagyon gyorsan szovjetizálódni az ország ebben a pillanatban, akkor ki tudja, mi lehetett volna belőle. Ezt nem fogom tudni megmondani, ezt senki nem sem kell tudja megmondani, de, de a veszély az ott volt, és tulajdonképpen 48 nyarától egy nagyjából egyéves, hosszú, iszletesen bürokratikus ö, ö, hogy mondjam, ilyen eljárással, de tulajdonképpen felszámolták, és egy egyszerű kollégiumi hálózatot csináltak belőle, ami tulajdonképpen a, a lényegét vesztette csak el a, az egész. Tehát indentől mondjuk nékoszról már nem érdemes, de nincs is, de nem is érdemes beszélni már 48 nyara után, mert az csak a felszámolásról szól. hogy az hogy kell elképzelni a, a diák önkormányzatiságot ebben? Tehát, hogy itt vannak intézményigazgatók, és azon kívül mindent a diákok szerveztek? Tehát, hogy ki döntött el, hogy ott miről van szó, mi volt a tananyag, mi volt, nyilván volt benne egy ilyen társadalmi mobilitási koncepció, tehát, hogy akkor azok a munkás, meg paraszdiákok, akik adott esetben tudom, az iskolarendszer problémáiból fakadó hátrányokkal érkeznek, ezt hogy ott mi az anyag, mikről volt szó, ez engem nagyon érdekel, hogy, uh -huh. hogy azon kívül, hogy persze volt egy ilyen gyakorlati része, közösségépítés, hogy mi volt, nem tudom, az ilyen elméleti, meg, meg nem tudom, részben, mert mond, mert um, bocs, ezt eddig nem mondtuk el, de egyébként nagyon fontos, hogy a tanulmányod miatt beszélgetünk erről, ami a, ami a legutóbbi fordulatban jelent meg a kritikai pedagógiai részben, az Osztályhelyzet Együttes Élménytársas uh, Hatóképesség címmel. Ezt a szöveged, ezt mindenképp ajánljuk mindenkinek, hogy ha teheti, vásárolja meg a fordulat legújabb számát, és olvassa el, vagy általában felszoktak kerülni, majd uh -huh. pár hónap igen, múlva igen. lehet, hogy felkerül az internetre is. És hogy ebben mondod ezt, hogy itt azért volt egy ilyen bildung eszmény is, tehát, hogy volt a tartalmi részéről is meg egy ilyen Eszményi képzésről is szó, és akkor engem ez nagyon izgat egyébként, mert talán nem részletezed a szövegben annyira, hogy hogy akkor ennek mi volt a tartalmi része igazából. Mm -hmm. Jó, tehát a, 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 a formai részről is ebben nagyon beszéltünk. Igen, igazából, jó, az is hogy ez, az hogy is nagyon, nagyon érdekes. Tehát, hogy a kollégium az valóban kollégium, tehát ez egy, azt mondják, hogy egy bentlakásos iskola rendszerről van szó amit egyébként ma nem biztos, hogy meg lehetne így ebben a formában csinálni, hiszen arról van szó, hogy a felsőoktatás, a oktatás és az elemi, tehát az általános iskolai oktatásban is voltak kollégiumok. Ezek nyilván különböző önkormányzatisággal rendelkeztek, tehát hogy a, nyilván a legkisebb jellegű ilyen önkormányzatiság az általános iskolában, tehát ott nyilván a tanároknak jó nagyobb szerepük volt, a középiskolában már egy kicsit több volt, de az igazi önkormányzatiság az valójában ezekre a nagyon fiatal felnőttekre, tehát az egyetemi tanulmányaikat kezdik el, rájuk volt elsősorban érvényes. Most ugye azzal, hogy, hogy ezek a, most egyszerűsítsük le, paraszt fiatalok vagy vidéki fiatalok, vagy elsősorban paraszt fiatalokról van szó, hogy azok, azok lehetőséget kaptak, és, és, azt látták, ugye kívülről a korszakban is nagyon sokan, és ez Bibó Istvántól, de nagyon sokan elmondják, hogy, hogy vagy hogy hagymaszagúaknak nevezték ugye a, az egyetemi tanterembe beülő diákokat, tehát, hogy itt tulajdonképpen a, a, az akkori egyetemi ifjúság részéről, akik mondjuk ilyen hagyományosan értelmiségi családokból jöttek és kerültek be az egyetemre, van egy nagyon, erő, kezdetől fogva nagyon erős ellenérzés velük szemben, Ebben benne van egyébként az is, hogy talán, ezt most igazából inkább csak hipotézisként mondom, de az is benne van, hogy ők közösségként jelentek meg a különböző helyekről jövő tehát hogy bemész az egyetemi kapun, de hogy a nékoszosok azok értem, hogy ismerték egymást, tehát itt valóban nagyon fontos volt az, amit egyébként itt az idézetből is kitűnt, amit az előbb felolvastál, hogy, hogy az egyik legfontosabb dolog az az volt, hogy ne egyenként kerüljenek be az oktatási rendszerbe, akkor egyszerűen a, a rendszer maga egy abszorbálja őket. Vagy assimilálja, vagy kidobja. Így van, pontosan. Tehát, hogy mind a kettőre tudunk nagyon rossz példákat egyébként, hanem ezt a, hát ez, hogy ez hogyan működött volna, ezt őszintén ezt én sem nagyon tudom, de hogy ezt a paraszt identitás, vagy azt, amit magukkal hoztak, ezt valahogy megpróbálják megtartani. Tehát, hogy ne úgy épüljenek be a társadalomba, hogy akkor ezt megpróbálják megtagadni, és akkor ciki legyen elmondani, hogy itt én faluban születtek, hanem legyen mögötte egy ilyen, nem tudom, egy ilyen pride, vagy szól egy ilyen, egy, ilyen pozitív pátosz, hogyha nem tudom, hogy <tosz> lehet, talán így lehetne magyarul mondani leginkább, egy pozitív pátosz, amiről ők büszkék, és ebben nagyon erős volt egyébként ez a fajta kollektivitás is, ez egyébként a korszaknak is egy nagyon fontos kulcsszava, amiről ma megint lehet egy kicsit beszélni, már szerintem ez nem ugyanaz, mint a szovjet típusú kollektivizálás. Mondjuk magyarul inkább, ez a közösségiség vagy együttesség. Tehát az, hogy azt abban hittek, vagy azt látták egyébként valójában célravezetőnek, hogy azért érdemes együttesen fellépni, azért érdemes összefogva, akár szolidaritásról beszélünk, akár társasható beszélünk, vagy ezekről a fogalmakról, amik szintén ki lehet egy kicsit bontani őket, mert hogy sokkal hatékonyabb az ember, hogyha együtt dolgozik, csoportban dolgozik, mint hogyha egyénileg próbálja a saját kis mondtad, karrierjét, vagy a kis törekvéseit valahogy megvalósítani. Tehát itt ilyen szempontból kulcsfogalom, és ez pedagógiai szempontból is nagyon-nagyon fontos ez a, ez a fajta együttesség, aminek nyilván volt egyébként politikai töltete is. Tehát azért én nékoszra valóban a korszakban is, ugye volt egy halasi nagy József nevű filozófia professzor Szegeden azt hiszem, hogy tőle híresült el, legalábbis a Tóth Bélának a regénye alapján tőle híresült el ugye az a mondás, hogy úgy tekintett a nékoszosokra, mert természetesen Szegeden is volt nékosz, úgy tekintett a nékoszosokra, mint ilyen Janicsár képzőre. Tehát ez nem más, mint a kommunista pártnak az ifjúsági szervezete, amely pontosan azért ad pénzt, vagy infrastruktúrát, meg tudom tanárokat, meg mindent hozzá, hogy valójában kineveljen egy ilyen kommunista ifjúságot. Most ez a félreértés egyébként nagyon sok, hát gyakorlatilag a máig tart. Tehát amikor a 2010-es évek elején, most nem hiszem pontosan hányban, 12-ben talán, amikor a amikor a kormány rendelkezett arról, hogy a Nékosznak az iratait azt uh -huh. államosítani kell, és akkor átvitték a, Magyar Nemzeti Levéltár, Országos Levéltárnak megfelelő osztályára, mégpedig azért, mert hogy ez a Magyar Dolgozók Pártjának ifjúsági szervezete. Amiért ugye tök hülyeség, mert a Madis volt egyébként uh -huh. a, az ifjúsági szervezetük, és aztán később a Disz lett ugye a 48 után, tehát valójában ugye az, egy párt nem számolja fel a saját ifjúsági szervezetét, hogyha az úgy működött volna, hogy ő is szerette volna, tehát hogy az egész egy ilyen teljes nonsens, ami szerintem a Nékoszról fennáll, az együtt, hogy valóban voltak, mondom, a rajk részéről olyan törekvések, és ezt a pap István nagyon szépen megírta, hogy valóban káderképzőt is szerettek volna vele csinálni. Na de hát a másik oldalon mégiscsak öt van mondjuk, mondjuk ez a tízezer fős csapat, amelyik, hát, vagy mondjuk ennek csak az egyetemi részét veszünk, az nyilván ennél egy kisebb hányat, de mégiscsak ott van ez a tömeg, amely ezért nem egészen így gondolkodott erről, és hogy az önkormányzatiságot, ezt a fajta ilyen közéletorientáltságot, nagyon-nagyon komolyan gondolta. Ez a Nékosznak valójában a lényege, hogy bármilyen nehéz is volt ugye maga a politikai kontextus, azért szerintem az, hogy valahogy egy 48 júni, tehát egy frissen egyesült pártállam vagy állampárt rögtön elkezdi felszámolni az egyik legígéretesebbnek tűnő pedagógiai kezdeményezés, Ezt szerintem elmond arról valamit, hogy mennyire tartottak attól, hogy itt mi fog történni a kérdésére válaszolva, tehát arról lenne érdemes egy kicsit beszélni, hogy a kollégiumok hogy működtek. Most itt ugye az a lényeg, hogy a különböző szakmák azok különböző kollégiumokban laktak. Tehát nagyon fontos volt a szakmai képzés. Tehát a, hogy tudom én, mondjuk a Nagy László kollégium volt a pedagógiai kollégium, ott, amire egyébként ott tevékenykedett a leginkább. De nagyon sok kollégium van, tehát elég sok dokumentumkiadvány van egyébként a Nékoszról, mindeket fel lehet ütni, és meg lehet nézni, hogy milyen név alatt milyen kollégium működött, színész kollégium, ahol, hát nyilván ez a legismertebb talán, itt Jancsó Miklóstól, Bacsó Péteren keresztül, Horváth Teriig és Sós Imréig, nagyon sok mindenkit lehetne emlegetni, aki, aki egészen hihetetlen lehetőséget kapott ö, egyébként a Nékosszal, és nyilván a Nékossz nélkül soha nem lettek volna azok, akik, vagy Kovács András nevét is megérdemes megemlíteni. Akkor a színész kollégium, eh, ahol a, egyébként azt nem tudom, már benne van a tanulmányban, ahol a Robert Kappa ugye volt. Benne, benne van, van. igen. A, a, volt, és akkor fotókat készített, és nem, nem értette, hogy mi történik volt, És meglepett, de mindegy. Uh, és bármit, hogy melyik csak munkakerős volt, szóval nagyjából azért igen. volt fogalma yeah. arról, hogy mi Én a... Én nem tudtam róla, ez nem érdekes szál volt a igazából egy kicsit a fényképek alapján kerestem képeket hozzá, és akkor láttam, hogy ő is fotózott Nékoszúzó, és akkor kikerestem ezeket a szövegeket hozzá. Tehát itt És akkor orvos kollégium, tehát az orvos kollégium nyilván másképpen működik. Tehát, hogy nagyon fontos volt az, hogy szakma, szakmánkénti, vagy karonkénti, mm -hmm. vagy szakmánkénti, vagy szakonkénti lebontásban működjenek ezek a kollégiumok, de amit szerintem a nékoszt igazán nékosszá teszi, ez az izzó közéletiség. Tehát, mm -hmm. hogy miről mit gondolunk, és egyébként szerintem nem véletlen az, hogyha mondjuk megnézzetek a mondjuk ugye 50, 48, 49 és 56 között, az a 6-7 év, az nem nagyon, nagyon sok. Tehát, hogy mondjuk valaki. 23 éves, 24 évesen végezik, akkor 30-31 éves 56-ban. Nem véletlen, hogy a népi kollégiumnak a felélesztése volt az egyik elsődleges követelés, vagyis az az ifjúság nyilván a nékoszon túl is egyébként, amelyik egy olyan kontextusban nő fel, vagy egy olyan politikai kontextusban nő fel, ahol tulajdonképpen a mindennapok részé válik a közéletiség, az, hogy politikáról dumáljunk, hogy állandóan ilyen izzó, környezetben beszéljük meg azt, hogy mi történik, az szerintem egyenesen vezet el tulajdonképpen a, nem csak a Petőfi körig, hanem annak az előzményeik volt, ugye a besenyei kör, tehát az, hogy, hogy egészen egyszerűen, ugye mondjuk 54-55, ami nem a legfényesebb időszak azért Magyarországnak, akár is nézzük, szóval a stalinizmust nem kell mentegetni, de mégis is ugye elkezdenek már szervezni az 53-as új szakasz után, tehát Nagy elkezdik szervezni ezeket a köröket, hogy itt ezt össze kell ülni, és hogyha megnézi az ember, mondjuk, hogy a Petőfi körnek az ülésére mennyien mentek el, tehát hogy ilyen, ha a jól emlékszem, a sajtóvitámat a legtöbb, és nem akarok hülyeséget mondani, úgy hiszem, hogy 7000 ember jelent meg a helyszínen és mit tudom én, 70-80 hozzászóló, de nyilván mindenki nem kapott szót. Elképesztő elképzelni. Ne, képes, így van, elképesztő, pontosan. a pont pontos elférnek a Kossuth téren. <laughs> ezt tegnap megtudtuk. <laughs> Bocsánat. Ja. Na igen, de hogy egyébként így a mából is nagyon tanulságos szerintem összehasonlítani, ja. hogy az egész politikához, közélethez, való viszony, a kollektivitás, meg ezek hogyan működnek ebben az időszakban. Tehát tényleg azt lehet mondani, hogy radikálisan más időszak, mm. nagyon más a környezet maga, nagyon mások a célok, nagyon más nyilván az akkori ifjúság is. Ez nyilván valakit rémülettel tölt el, valaki meg örül neki, ez nem teljesen homogén, vagy ennek a megítélése. De talán még azt is érdemes azért hozzátenni, és az is a, a bentlakásos része szerintem azért elég fontos, hogy itt mégiscsak a másik világháború lezárása után vagyunk néhány évvel, de azért mondtam, hogy ilyen típusú bentlakásos iskolát nem valószínű, hogy lehetne csinálni, de ez nem magyar sajátosság volt, hanem valóban nagyon sok szülő nélkül maradt gyerekket kellett, tehát egyébként a mondjuk Makarenko, vagy hát ez számos ilyen, vagy a Gaudiopolis, tehát nagyon sok ilyen jellegű kezdeményezés, vagy több ilyen jellegű kezdeményezés is volt, másképpen működtek, de hogy, ez, ez egy nagyon-nagyon fontos téma volt, hogy a szülők nélkül marad gyerekekkel mi legyen. Nekem két irányú kérdésem lenne. Említetted az alulról felfelé szerveződést, illetve utána Jancsó és a Bacsó kapcsán azt, hogy ezek az emberek micsoda lehetőségekhez jutottak, és hogy és nekem még egyről nem áll össze annyira a fejemben, lehet, hogy túl keveset olvastam erről, de hogy ugye itt alapvetően a bolyairól és a Györfi kollégiumról beszélünk, mint ilyen kezdeményezések, az világháború hát előestéjén gyakorlatilag, és aztán világháború után 46-ban már van egy országos hálózat, 10 ezer hát, 46-ban van a felhívás, Én és akkor elkezdik szervezni, ingul. igen. Szóval, hogy ez a, a Petőfi kollégium, a Bölcsész kollégium, és aztán utána kezdik el ezeket építgetni, de a lényege az volt, hogy. Bocsát, ez. Nem, nem, nem mondtam, mond, Tehát meg. a lényege az volt, hogy. hogy Mert itt ugye az a kérdés, hogyha egy igazi grassroots mozgalomról beszélünk, akkor van-e benne valamilyen pénz. Igen, igen, pontos az, <laughs> hogy hogy, ugye, hogy ott itt ugye a mére is, meg a te is beszélsz arról, vagy írsz arról, hogy itt a demokráciára gyakorlatilag nevelni kell a nemzetet, de hogy így nekem, vagy magyarokat. Nekem nem állt össze annyira az, hogy mi volt a materiális háttere ennek, és hogy ezért is én, vagy hogy a, ilyen hiányosságként éltem meg azt is, hogy hogy akkor miből épült fel hirtelen egy év alatt, és azt utána ment is sajnos tönkre, vagy kukába egy tízezres épületekkel, pedagógusokkal, gondolom ösztöndíjakkal rendelkező, és persze írsz arról, hogy van állami támogatása mögött, de akkor ez a grassroot jelenleg, ez biztos, hogy fontos, vagy ez biztos, hogy fontos kifejezetten így hangsúlyozni, vagy így ez nem terül el kicsit a figyelmet arról, hogy valójában nyilván állami támogatások, meg ilyen, hát nem tudom, tőke nélkül ez valójában nem érte volna azt a szintjét, amit elért. Uh -huh. Ja, hogy ez alulról, igen, felülről építkezés, hogyan nézett ki. Kármilyen? Igen. Ez szerintem hát a, a grasszrútaiak fontos, pontosabban a szempontból, hogy nem a háború utáni elit hozza létre, mm -hmm. hanem vannak kezdemények, amikkel azok beszéltünk. A Györfi Kollégium is kapott egyébként, a, tehát a, a Zsindaini Tüdős Klára volt az egyik ilyen segítője a Györfi Kollégiumnak és hogy kaptak, a, nem emlékszem az összegre, kaptak valamilyen szubvenciót. Tehát akkor is volt benne valamennyi állami pénz. És a háború után is volt benne egyébként. Itt a, ott az infláció miatt egyébként amit kaptak pénzt, ami nem volt olyan sok, be. de itt igazából nem is a pénz volt, hanem az infrastruktúra. Uh -huh. Tehát az, hogy az üresen maradt épületeket, azt odaadták a nékosztóképet, elég sokszor váltottak helyet. Mindegy, nem is az annyira lényeges, hanem egyszerűen megkapják. De itt nem kell valami fényűző, tehát ez nem a MCC-nek a, a, 400 milliárdja, vagy szóval ilyen, ilyen még az az. Ö, Igen, ez a végén még lehet rá. Tehát nem erről volt szó, hanem egyszerűen vannak mondjuk üresen maradt épületek, nyilván ezek főleg állami tulajdonú voltak akkor, és ezeket odaadták kollégiumnak, és gondolom a vaságyat, meg a, a, a mit tudom én, szalmazsákot, meg nem ez, tehát na, is, 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 is a puritán volt. De egyébként érdemes összevetni egy gondolat erig az ötvös kollégiummal például, mert az ötvös kollégium is a társadalmi mobilitás szolgálta. Az ötös kollégium egy sokkal régebbi képződmény, ami a szónak ebben az értelmében, vagy a pontosabban a, a szakkollégiumi értelmében nem szakkollégiumként indult, hanem hanem az Ecole Normale superior mintájára egy ilyen tudós tanárképző uh -huh. volt igazából, a, 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 de ott is nagyon sok uh, vidékről, vagy akár faluról felkerült fiatal, mint hogyha valaki olvasta esetleg Király Istvánnak a naplóját, ez nagyon világosan kiderül egyébként belőle. Tehát ott is volt társadalmi mobilitás, de ott, ott, ilyen úri gyerekek lettek belőlük, hogy úgy mondjam. Szóval, a, és nem tudom, hol olvastam, de volt egy ilyen izé, hogy amikor a nékoszosok találkoztak a, az ötvös kollégiummal, akkor a, nagyon meglepődtek azon, hogy az ötvös kolisoknak mostnak tehát, hogy, hogy, jön a... Tudom én, csak tudom, egy hétene... cambridge ez még mindig van. Egy-két kollégiumban, hogy mostnak van Igen. Tehát... Ez az ilyen elit képzésnek egy ilyen eleme, hogy el vagy látva minden. Igen, igen. ez abszolút... Igen. igen, igen. Igen. hogy nekem a Debreceni Egyetemi kollégiumban mosták az ágyneműmet. Van, ahol be is ágyaznak. Igen, ott is, de Budapesten már nem. Csak mondanom, szóval. Igen, én is laktam kollégiumban annak idején, és ott is beágyat. Vagy nem ágyaztak, bocsánat, hanem kimostak. Tehát ezt a egy héten egyszer jött. Ezek le kellett húzni nekünk, igen, igen kidobni, igen. és akkor utána hozták az újat, és nekünk kellett felhúzni. Tehát, hogy ilyen fele volt. Meg ez tudjatok tudjátok, ezért, hogy, azért azért Igen, Nagyon nékoszosan, tehát, hogy meglepődtek uh -huh. azon, uh -huh. hogy milyen élet van tulajdonképpen az ötös kollégiumban. Az valóban ilyen szempontból egy, egy ilyen, úri kollégium volt. Még akkor is mondom, hogyha nagyon sok ilyen vidékről, faluról felkerült fiatal volt köztük. És aztán ezt a politikai jelentétet ugye egyébként Lakatos Imre írt is egy cikket erről, hogy a Népi Kollégium vagy Ötvös Kollégium. Tehát, hogy próbálták ezt politikailag kiélezni, ezt, ami nem volt azért eleve annyira kiélezett, mert például Mére is tanította az Ötvös Kollégiumban. Bár a, amit igazán a sajátjának érzett, az mégis csak a, a nékosz volt. Hogy én még amiben egy kicsit szeretnék belemenni, az az egyik módszer, amiről érsz, és azt mondom, a Dávidot is nagyon érdekli, ez a kritika önkritika, uh -huh. és hogy az egyik ilyen mondásod az az, hogy, hogy ennek, ennek is ilyen emancipatív nem tudom, potenciája volt, de hogy nem volt elég szakember, hogy, uh -huh. hogy ez igazán így megvalósuljon, és igazából engem tényleg csak így ez izgat ez a, tehát hogy egyszerre van hangsúlyozva az önkormányzatiság, meg hogy a diákok döntenek, meg hogy ő, az ő általuk fontos kérdések, de közben pedig, mintha lenne egy ilyen másik oldala is, hogy azért vannak nagyobb koncepciók, akár a biodung, akár az önkritika, kritika, amik, amik azért kívülről, vagy pedig, vagy nem tudom, egy ilyen szocialista etoszból vannak injektálva ebbe a nem tudom, intézményiségbe. Ez hogy kell elképzelni meg, ez mit jelent, hogy a szakemberek hiányoztak, és hogy akkor ez, ezek alapvetően arról szól, hogy a pedagógusok nem voltak felkészülve arra, hogy minek kellene ott történnie, hogy a diákság nem tudta eléggé gyorsan kitermelni a saját, nem tudom, organikus vezetőit, vagy hogy pontosan hmm. itt, itt mit kell nem mögött így érteni, hogy, hogy mi zajlott, mi ment félre, mi az, ami jó volt belőle. Hmm. Erről mesélne egy kicsit. Hmm. Hát szerintem, ami a, a nékosz pedagógéját illeti, abban valóban a mérék nagy szava volt, de mint szerintem ebben a korszakban nagyon sokszor és nagyon sokan, szerintem kicsit ő is beleesett abba a hibába, hogy ezt, ezt talán azt remélte, hogy ez szinte egy egyik pillanatról a másikra meg fog tudni valósulni. Pedig uh -huh. azért, egyébként szerintem, hogy viszonylag egy reális fickó volt, de hát azért nyilván, hogy az emberben azért dolgozik egy ilyen mély mesianizmus, ami szerintem 45-46-ban nagyon-nagyon dolgozott benne, akkor azt gondolja, hogy ezeket a dolgokat át lehet viszonylag gyorsan vinni, és a, a gyorsan válasszuk szét a két dolgot, tehát a kritika önkritikának az a része, ami megint benne él a köztudatban, az egy ilyen teljesen kiüresített formális Uh, hülyeség egyébként, tényleg ez, ez egy hülyeség. Tehát ugye, hogy, hogy egyszerűen arról van szó, hogyha mondjuk leül egy 15-20 fős közösség, akár szakkollégium, akár egyetemi csoport, már nincs, de régen volt egy egyetemi csoport, de mindegy, szóval valamilyen csoport, vagy akár egy baráti társaság, és, és akkor az a, az a, cél, vagy az a feladat, hogy próbálja mindenki áttekinteni a saját szerepét, helyét, hibáit, erényeit, nem tudom mi, az nagyon gyorsan ki tud ürülni, mert hogy akkor valaki őszintén beszél, a másik nem beszél őszintén, akkor hogyan lehet? És arról volna szó, hogy megpróbáljanak olyan társadalom alatti, és itt a csoport fogalom éppen egy szakkifejezés a szónak abban az értelmében, hogy olyan kis közösséget létrehozni, ami nem az egyén és a társamnak a hogy mondjam, nagyon absztrakt szembeállításán nyugszik, hanem abban, hogy tulajdonképpen a a társadalom, vagy a társadalmi értékek, vagy a társadalmi egy előtlenségnek a konkrét megvalósulása, hogy néz ki egy intersubjektív helyzetben. Tehát amikor mindenkiről tudom, hogy kicsoda, és ennek nagyjából olyan 15 főben határozták meg egyébként a szociálpszichológusok akkor, egy főleg Kurt Levinnek a nevét érdemes kiemelni, határozták meg ezt, amelyben egy ilyen, nyilván van valamiféle önismeret, barátságok, szerelmek, elmélyült munkatárs, nem tudom milyen kapcsolatok alakulhatnak ki, mindezzel együtt, hogy nyilván rengeteg konfliktus is kialak. Cool, és hogy alapvetően, amiről a Mérei beszél, és itt egy kicsit torzít olyan szempontból az ő interjús helyzete, hogy ő a Nagy László kollégiumról beszél, de néha ezt úgy lehet érteni, mintha Nékoszról beszélne, mm. és uh, már emlékszem, de hogy nagyjából úgy is írtam, hogy lehet, hogy az, hogy ő ott volt a Nagy László kollégiumban, és hogy elmond több olyan kritika-önkritika estet, amikor mit tudom, valamilyen, fú, nem hiszem, 7 órás, vagy 8 óra, ilyen brutálisan hosszú, azt nem biztos, hogy én bírnám. Igen, én is, de, is erre Elképesztően hosszú, de én ugye vezettem szakkoli, erről is beszéltük, tehát voltak ilyen giga hosszú de a kis bál végén így fájt a fejem, őszintén szóval, <coughs> szóval. szóval, hogy nagyon szeretem, meg nagyon jó, de mindenek van határa szerintem, de hogy elmond néhány ilyen esetet, hogy valamilyen belső konfliktus volt, és hogy ezt ő hogyan tudta levezetni, kezelni, és hogy tulajdonképpen ő úgy látta, hogy akik benne voltak a nagylászló szakkoliba, azok így fejlődnek. Nem szakkoliba népi <laughs> <és> elcsúszik, válcsúszik <nem gül> is. szóval hogy ők fejlődnek. Na de azért ő mégiscsak egy képzett pszichológus volt, aki akkor már több mint tíz éve foglalkozott ezekkel a problémákkal, akinek ilyen értelme volt víziója arról, hogy hogyan kellene ezt a kollektív, szóval ezt az együttességet létrehozni. Szóval ez, amiről írok, illetve hát az ő interjú alapján, de írok ebben a tanulmányban, ugye ez a hármas dolog, ez az osztályhelyzet, az együttes élmény és amit ő mindig szociális penetranciának kívül lefordította magyar hogy társas hatóképesség. Tehát, hogy ezeket a, ma úgy mondják, hogy skilleket, ezeket hogyan lehet fejleszteni, hát ez az ő fejében benne volt. De mondjuk egy olyas valakinek, aki nem járta vég ezeket az iskolákat, nem voltak ilyen előgő publikációi, ugye Mérei akkor majdnem 40 éves már, tehát hogy azért nem egy, husz, nem egy tegnap az egyetemről kijött valakiről van szó, van valamennyi gyakorlata is azért, alapvetően is az egész habitusában egyébként van valamilyen tanári, tehát hogy azért ez nem egy olyan eset, hogy minden nap szembe találkozol ilyes valakivel az utcán, ő viszont ezt ilyen alapértelmezetnek vette, hogy hát ezt a három dolgot el kell mondani, és akkor majd így megy magától a dolog. Hát ez, ez nem uh -huh. így ment, hanem, hanem egyszerűen így látták, hogy kritika, önkritika, mondja, ki mondja, hogy jó, és hát egy, mondom, egy ilyen végtelen üres formális uh -huh. valami lett, amit aztán nem véletlen hívtak, olyan kommunista gyónásnak, hogy akkor így el kell mondanod, hogy jaj, 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 nem olvastam végig a Stalin szöveget, jaj, 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 és akkor utána jaj, hát nagyon rosszul, akkor ennek véletlen van semmi. És akkor én nem realizáltam, hogy a hogy ilyen a társadalom képzetben a kritika, önkritika az, az ilyen kommunista önkritikát jelenti. Mert hogy nyilván hallottam is az önkritikáról, mint a párton belüli ilyen, nem tudom, hatalmi harcok egyik terepéről, Lukásnak az önkritika című szövegét is olvastam, amúgy szintén hogy Nem egy van neki. Ne, igen, mindegy, Mi, én nem realizáltam azt, hogy ez gyakorlatilag így ezt jelenti. Mert hogy a nékoszos hagyomány a ez az egész. Uh, és hát dolog. ezt kiterjesztették a Nickelodeon túra is, ahol egyáltalán nem értették az egésznek a kontextusát, és szerintem az egyetemi csoportokban is előfordult, tehát ott lett, hogy ürült mm -hmm. ki ez teljesen, és vált ilyen teljesen ilyen formális hülyeségé. De amire a mérei gondol alapvetően, és ez egy totál félrement szerintem ilyen az ő csoportja, vagy az ő hatókörén kívül, az egy ilyen, ma úgy mondanánk, hogy csoportterápia. Ja, ja. De csoportterápiát nem tud akárki csinálni. Tehát, Igen. hogy ma ezt ilyen rendszernek vesszük, hogy ahhoz kell egy képzett pszichológus, aki ráadásul csoportterápiát tud csinálni, de még mit tudom, hogyha valaki kognitív pszichológiával foglalkozott, nem fog tudni terápiát csinálni, uh -huh. akkor miért tudna valaki, akinek mondjuk van egy tanító végzettség, vagy tegnap előtt szerzett meg, szóval, hogy ez uh -huh. ez, ez tudás kell, és ez, ez a tudás hiányzott, illetve ez a szakember háttér hiányzott. Hiszen ugye volt nagyon rövid előtte egyébként pszichológus képzés Magyarországon, de aztán 48 után meginnem, nem, de hogy hát mindegy, akkor is egy maroknyi szakemberről beszéltünk, egyáltalán biztos, hogy mindenkit érdekelt volna ez a, mondjuk a nékhoz például. Tudsz olyat mondani, hogy ez a kritika kritika esetleg ilyen katasztrofális eredményeket hozott? Volt olyan szak... szak Na, én is ezt kellem. Volt olyan kollégium, ami esetleg így emiatt dezintegrálódott azonnal, vagy ilyen közösség? Hmm. Hát, ezt most megfogtál, ezt nem tudom. Jó, mert nem amúgy tudom. Jó, jó élményeket írsz a tanulmányodban, hát tehát tehát... nem Nekem egy kicsit ijesztő is volt, hogy az egyik példa, amit mondasz, hogy az egyik lányról, az életéről beszélgetnek. Igen, keresztül. Igen, tehát igen, igen. Ezek, hmagyom, persze látom benne az inspiráló tartalmat, hogy van annyi időnk, és figyelünk egymásra, és utra én, de azért valahol, nem tudom. Van e valami taszító is, hogy ennyire ki kell tárulkozni. Igen. Igen. Hát ez jó, de egy, egy csoportterápia is, vagy nem is tart egy óráig, mondjuk, az biztos. Jó, de csak hogy, hogy együtt is, tehát érted, egy csoportterápia, nem biztos, hogy együtt élsz vele, igen, nem biztos, hogy ugyanazt tanulod, nem biztos, hogy igen. a teljes szociális, nem tudom, hálózatotok az ugyanaz. Igen. Az igazság, hogy szerintem ebben a részében is van egy, talán lehet azt a szót azt hogy van némi utópikusság, uh -huh. mégpedig azért, mert hogy... Tehát, hogy amit a méretse, az valójában, tehát mind, ő, ő, magát kommunistának gondolta, bár nem volt ilyen, tehát nem volt bolsevik, a szónak ebben az értelmében, tehát járt a Szovjetunióba, de csak munkaszolgálatosként, vagy egy kicsit <laughs> más kategória. De az alapvetően, alapvetően, hogyha mondjuk ezt a akarnák akarnánk meghatározni, akkor az a tudomány, amit ő művelt, az a nyugati marxizmushoz tartozott. Uh -huh. Ugye kelet-nyugat az itt nem érték kategórián, vagy az Anderson nevezi, hogy van a nyugati marxizmus, ami nagyon sokszor ugye mesianisztikusnak, sőt, hát a marxizmus-leninizmus ideges a legjobban valójában, <laughs> ja, mondjuk te 60 a 60-as vagy 70-es években a, nyugati marxizmus, de a lényeg valójában az volt, hogy, hogy itt volt egy viszonylag jól kidolgozott, mondom, főleg a Kurt Levénnek a nevét érdemes itt kiemelni, egy viszonylag jól kidolgozott elképzelés arról, ami társadalom elméletileg is megáll, ami arról szól, hogy az az végtelenségig individualizálódott polgári társadalomnak ezt a, ezt a magányt, ezt a, ezt a, rosszul létet, hogy nem érzed jól magadat, mert tulajdonképpen a, ezek a hagyományos, a 19. század harmadik harmadában mondjuk ezek a hagyományos családi kötődések ugye felborulnak a migráció miatt, akkor ez az elmagányosodás, tehát hogy ez a, ez a 19. század végének ilyen nagy szociológiai téma, egy Dürkheimet is nagyon érdekelte, természetesen, tehát a kollektív szót, ez biztos, hogy tőle vett mére, és csak nagyon ügyesen lefordította együttesre, és akkor sokkal jobban hangzik, és sokkal tartalmasabb igazából magyarul. Tehát valójában ez egy nagyon-nagyon régi probléma volt, és hogy a Levin, a Kutlevinnek a, a, tanulmányai dolgoznak ugye ezzel a csoportfogalommal, amikor beindul a szociálpszichológiában ez a kis csoportkutatás, és ezt a, a mind Kurt Levine-től vette át. Tehát a kísérleteit is átvette, volt egy közvetítő kapocs, akik Gleiman annának hívtak, egy egy pszichológus volt, nem nagyon ismeri senki, de hogy nagyon nagy elánnal dolgozott egyébként ilyen témákon ebben az időszakban, és aztán viszonylag fiatalon halt meg, aki Kurt Levinnél tanult, és ő hozta ezeket haza, és Kurt Levinnek ugye ez egyik közeli barátja és munkatársa, egy Kár Kors növű Ah, <sínt> és publikáltak is nagyon együtt. Kettőjük. És is együtt, ha jól nem a Praktischer Szocializmus <sínt> valamelyik számában. Tehát, hogy itt vannak nagyon komoly, tehát nem volt ideológiamentes a szónak ebben az értelmében Kurt Levin. Tehát, hogyha valaki úgy olvas, és nem látja hozzá a kontextust, akkor én azt csak sajnálni tudom szóval már bocsánat, szóval, hogy nézzen utána mindenki, hogy ki honnan beszél. De hát ezek a tipikus marxisták voltak Igen. abban az időszakban, az Kors is Pártból persze, kizárt, persze. Volt kizárt, Volt egy saját pártja. Hát egy jó. De nagyon nagyon erős volt egyébként. Ugye mérenk volt egy ilyen baráti társasága, aki a munkakörhöz kapcsolódott, és ugye volt egy partos Pál ember, aki 30 vagy 31-be, ezt már sosem fogjuk megtudni, amikor kiment Németországba, most nem is jött haza, és ő a az egyik legfontosabb tanítványa volt, akinek a levelei azok ott, egy részét a kors összkérdésben benne vannak egyébként, a Partos Pállal váltott levelei, és Amin. a másik pedig Justus Pál volt, aki uh -huh. szintén nagyon közeli jó barátja volt, aki szintén nagy kors ismerő, illetve hívő volt. Wow. Az, úgy, hó, Ez vannak láthatatlan kapcsolatok. Nem Örülök, hogy elhangzott a Kárkors neve, hogy mi mondtuk Igen, a podcastban. Jó, figyelj, én még, ami engem nagyon érdekel, az ennek az egésznek a recepciója. Igen, igen. Um, és aztán majd a kicsit az ilyen jelenlegi szakkollégiumi mozgalomról is beszélünk néhány szót, bár mert már nagyon régen beszélünk, de... Igen, igen, de ezek szerintem még fontosak, és igen, igen. szuper hallgatni téged erről. Szóval, hogy nekem az egyik ilyen, nem tudom, kicsit ilyen, szóval van egy ilyen szkepszisem, ami az, hogy, mo hogy most megjelenik a fordulatnak, ez a kritikai pedagógiai száma volt a mérei szakkollégium ennek az egésznek, azt jelenti, hogy az elmúlt, nem tudom, mondjuk tíz évben a baloldalon van egyfajta, nem tudom, felkapásra ezeknek a dolgoknak, és hogy ez mennyiben indokolt, vagy mennyiben pedig egyfajta ilyen, Hát, hogy, hogy ez hamar, hát ezt még csirájában ugye elfogyja az állampárt, és akkor amiért, mert hogy nem tudott korrumpálódni, hogy igazából mm. is tudott bontakozni, ezért lehet csak egy ilyen izgalmas kísérletként tekinteni rá, és hogy ebben van benne mindig egy ilyen szkepszis, hogy amikor azokat a dolgokat próbáljuk így csemegézni, igen, amik így morálisan nem tudnak megkérdőjeleződni, és más dolgokat, amik adott esetben nagyobb hatásúak, adott esetben nem tudom Hosszabban fonálnak, és emiatt elkerülhetetlenül vannak, nem tudom, erkölcsileg mondjuk problémásabb részei, azokat pedig, mondjuk, kevésbé. Nyilvánvalóan van a jobb oldalról egy olyan. arról is esetek, hogy itt mik a legrosszabb félreértések, de engem ez is nagyon érdekel, hogy a baloldal részéről, vagy a kortárs, nem tudom, a hódi magyar bal oldal részéről mennyiben indokolt, és mi az, ami igazán uh -huh. érdekes, és mi az, ami, hogy mondjam, azért egy ilyen esztétizálásra kicsit ennek. Uh -huh. De ezt a csoportra, mint formára, vagy a Nékoszra? Hát inkább kométe? a Nékoszra, erre az Nem. ilyen népi kollégiumokra, erre akár ennek az időszaknak az ilyen kísérleti pedagógiai dolgaira. Most például a Marci is csinált interjút, a Szijágyi Jánossal a Gaudium Policiot ja, is feljött. Igen. Tehát, hogy, hogy ezek mennyire indokoltak, hogy, vagy mit kell gondolni arról, hogy hogy azok, akik valajdali módon szeretnék a nagy társadalmat megváltoztatni, igazából ilyen kis kezdeményezéseket hívnak inspirációként. Uh -huh. Nem tudom, hogy mennyire érthető, amire gondol. Értem, mert ez nehéz kérdés egyébként, azért megpróbálok rá válaszolni. Szóval én ki abból, hogy bennem mondjuk egy nulla nosztalgia van. Tehát, hogy engem igazából az egyetlen nem érdekel, sőt, kifejezetten idegesít, hogyha. Tehát, hogy én az élet történt interjút, de hogy azt, ugye nem csak elolvassuk és akkor elhiszük, hanem azt elemezni kell, hogy ki hogyan beszél, miért úgy beszél, miért így festi le, és akár pozitívan, akár negatívan beszél róla. Én a nékoszt nem választ, vagy, azta vagy a, akár csak a Nagy László nem választalám le teljesen arról, hogy, és egy kicsit az elején ugye beszéltem magamról is, hogy nekem ugye volt még egy ilyen nagy kassák, és aki egyébként a mére is nagyon szeretett, nekem ez ilyen gimnáziumi nagy nem tudom, élmény, talán mm -hmm. így lehetne leginkább mondani, és aztán utána, amikor ilyen, nem tudom, már ilyen egyetemi, nem tudom, mi voltam, akkor, akkor, vagy ez visszajött, és akkor a, akkor a csoportjaik ezt -e kell jobban érdekelni és és mindig az érdekel, amiről a legkevesebbet beszélnek, mert mindig ott gondolom, hogy ott vannak a legérdekesebb uh -huh. dolgok, ami nem így van, de Igen. hogy szóval nagyon elkezdett a munkakör uh -huh. érdekelni, és arról például nagyon sok rosszat el lehet mondani, már nem magáról a munkakörről, hanem az, hogy mondjuk Kassák, aki akkor 40 körül volt, és ezek a 15 és 21-23-4 éves fiatalok ezek hogyan kerülnek oda, és hogy milyen viszonya annak egymás, és hát az tele van intrikával, Kasseg egyetem volt egy nagyon, ez egy, egy rabiátus, nem egy nagyon könnyen kezelhető valaki, akinek nyilván volt ez a rögeszméje, hogy, hogy mindig csoportokat kell létrehozni, csoporton belül azért szerintem tehát, hogy nagyon sok jót is lehet mondani persze a munkakörről, az együttességükről is, meg aztán, amikor felbomlott a kör, akkor az utána lévő akár teljesítményről megint nekem a Justus Pál az egyik ilyen nagyon fontos figura ebben a, ebben a sztoriban, aki, aki pontosan úgy kizárt egyébként a kassák körből, de ő egész életében levelezett vele, és hogy még mindig ilyen születésnapizéket küldött neki. Tehát, hogy azért van egy ilyen, tehát ez magát ezt a pedagógiai helyzetet, ezt nagyon sokszor ilyen teljesen természetesnek vesszük, és hogy úgy nézünk a pedagógusra, hogy mint ez egy ilyen teljesen semleges ember lenne, akinek az a feladat, hogy tökéletes legyen vagy nem tökéletes, de hogy lehetőleg a... Tehát, hogy ne legyen nagyon emberi. Mert, vagy legyen emberi, de hogy nagyon pozitív értelemben legyen, és neki nem lehet rossz napja, és nem tudom. De hogy ez nem így működik, hanem pontosan ugyanolyan kicsinyes tud lenni az ember, mindenki tud hülye lenni, mit tudom én, undok, és szóval ezek mind benne vannak ezekben a körökben. Ez már csak azért is lehet tudni, és azért akartam, hogy egy kicsit a Mérei Ferenc szakkoligumról is beszéljünk, mert ez, a, ez az egész ilyen meg a Méreinek a, az éjjelztőképpen azt hozta fel nem mint amit a Nóri az előbb kérdezték, hogy nehogy már egy ilyen nosztalgia legyen belőle, mert néha én is éreztem magamban, hogy ez most így már túl szép. Szóval ezt mm -hmm. így nem hiszem el. Tehát nem hiszem el azt, amit hiszek. Vagy valami mm -hmm. egy ilyen belső szkepszis. És hogy ezt így ki kell próbálni, és majd meglátjuk. És akkor tulajdonképpen az volt benne, hogy hát tulajdonképpen ezek, amiket most elmondtam, ezek így fényesen visszaigazolódtak, hogy, hogy ez volt, amikor nagyon jól ment, és nagyon nagy szeretet, és nem tudom, és aztán egyik pillanatról a másikra Mit tudom én, én is hülye voltam, mások is hülyék voltak, aztán utána ezt helyrehoztuk, aztán lett nem tudom még, kisebb nagyobb összeveszések, aztán mindegy. Szóval nem akarom idealizálni tulajdonképpen mm -hmm. ezt a helyzetet, és azért mondom a Nékoszról is az, hogy nem tudjuk igazából megmondani, hogy ez jó volt vagy rossz. Mert hogy, hogy mit tudom, én, egy pedagógiai projekt 10-15 év után mutatja meg, hogy mennyit ér. Mm -hmm. És itt mi lehet minden, és azt sem szeretem igazából, hogy akkor előveszik a Horváth Árpád Koli, és a Bacsó Péter, meg a Jancsó Miklós, de jó, de ez tízezerből mondjuk, most tudsz 15 nevet majd 25-50 nevet mondani, de nem, nem, ez volt a névkosznak a lényege, hanem hát amiről beszéltünk az elején, tehát hogy hogyan tudná strukturálni úgy ezt a társadalmat, hogy ezt a nagyon értékes vidéki, paraszti háttérre rendelkező ifjúságot valahogy úgy próbálja meg integrálni a társadalom, hogy ne törje össze őket és ne asszimilálja őket. Ebb, erről semmit nem tudunk. Uh -huh. Szerintem erről nem érdemes igazából csak hipotéziseket lehet megfogalmazni, azt meg minek. Tehát, hogy én igazából ilyen szempontból látom ennek a hátülütőit, meg amit mondtál, szerintem az is nagyon áll, hogy hogy itt a, az, hogy az individualitásunknak a foka milyen, az nagyon sokat meghatároz benne, és szerintem 2021-et 1945 tel nehéz ilyen szempontból, hanem lehetetlen összehasonlítani, legalábbis nem nagyon érdemes. És és ugye mindig azt szoktam mondani, hogy mindig a saját korából kell megérteni például egy ilyen közösséget is. Tehát például a saját szakkollégiumomban sokszor láttam azt, hogy azokat az értékeket, amelyeket én összeegyeztethetetlennek tartottam a szakkollégiummal, azt úgy hozták be a kollégiumba, és próbáltam mondani, hogy nem biztos, hogy ez pont szerintem idevaló, de aztán utána leszavaztak, és akkor ugye ettől volt demokratikus, vagy, hogy, leszavaztak, aztán mondtam, hogy szerintem ez nem lesz így jó, de nagyon sok esetben az én ugye, gondolkodásom ellentétes dolgokat is megcsináltak. De ettől függetlenül, ha lenne ilyen vagy ehhez hasonló valamilyen kezdeményezés, akkor biztos, hogy támogatnám, mégpedig azért, mert azért az a hipotézis, vagy ez a hit él bennem, hogy ez egy hatékonyabb pedagógia a társadalmi előtlenség megváltoztatásához, aminél viszont sokkal fontosabb és égetőbb dolgot keveset látok a mai Magyarországon. Rákérdeznek arra, hogy ugye már szakkollégiumnak említettük a népi kollégiumokat, illetve te is említetted a mérai szakkollégiumot, de hogy 1971-ben elindult egy, vagy ha jól értem, akkor gyakorlatilag hasonló megfontolásból alapítottak egy intézményt Rajki László szakkollégium néven, ami elindított egy új, szakkollégiumi mozgalmat, utána alakult a Széchenyi szakkollégium, a rajból kilépve a társadalom kollégium, és így szépen sorban ma van egy ilyen és összesen az szervezetben is azon kívül 140 valahány szakkollégium van és a Rajk László nevét használva is, így egyértelmű, hogy ők a nékosra és a népi kollégiumok, nem tudom, hálózatára így úgy tekintettek, mint egyfajta etalon. És ez az intézményi felépítésükben is megvan. Hasonló intézményi megoldások vannak ott is, mint a kritika, önkritika, ez az önszerveződés, bázisdemokratikus vagy ilyen demokratikus döntéshozatal, stb. ez így jellemző. Mennyire tudják, nyilván erről lehetne külön részt, meg különös adatot csinálni, mennyire tudják hozni a nékosnak a szellemiségét? illetve mennyire tudják így beváltani azokat az ilyen célokat, amelyeket a Nékosz is az ászlányra tűzött ki, illetve ők is, az ilyen társadalmi mobilitás szempontjából. Mert hogyha így összehasonlítjuk kettőt, akkor nyilván hogy vannak ilyen óriási eltérések. Másrészt a ti, vagy a te Szakkolégium, a mérés szakkolégium, az így hogyan nézett ki ebben az ilyen intézményrendszerben, vagy hálózatban, amit szakkolégium mozgalomnak nevezünk, hogyan illeszkedett bele, tartott-e kapcsolatot más szakkolégiumokkal stb és mi volt az eleje, mi volt a vége, hogyha még ezt kicsit jobban kifejteni, de az is szuper lenne. De hogy a, a mai szakkollégiumok mennyibe kapcsolódnak a, a népi kollégiumokhoz, igen. vagy a rajk a kezdete, kezdete? Hát úgy gondolom, hogy a többi szakkollégium részben a rajk mintájára, igen, igen, RAJK igen, RAJK mintájára alapul, szóval így nem nagyon válszatú el, és nyilván a nulladik hmm. pontja ennek a rajk, az már más, hogy léteznek ma olyan szakkollégiumok, amik amúgy nem feltétlenül demokratikusan hoznak döntéseket, nem hozzák azt az intézmény felépítést mintaként, mint a rajkban van, stb., de hogy mégis az ilyen a szakkollégium első ilyen intézménye az maga a rajk. Uh -huh. szóval de, de hogy összességében lehet külön beszélni erről igazából, hogy a szakkollégium mozgalom ezt hogyan valósítja meg, a rajk hogyan tűzte ki zászlója, ezt amúgy én pontosan nem tudom, mert nem voltam rajkosra, uh -huh. de hogy nem tudom, hogy lakad. vannak ilyen gondolataid, uh -huh. tapasztalataid esetleg, uh -huh. Hát a röviden azt is tett, tehát ahogyan a RAJK 71-ben létrejön, abban nem világosan benne volt az a cél, hogy a népi kollégiumi mozgalmat kell valahogy megváltozott körülmények között és megváltozott eszközökkel, de valahogyan tovább vinni, nyilván ezért kapta a RAJK nevét és azért nem változtatták meg, ugye 2011-ben, bár azt hiszem felszólították őket, mikor volt Téne? ez a, az akadémia izégen, hogy a, 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 diktatúrában tevőlegesen résztvevő, vagy ab, annak előkészítésében résztvevő politikus nevét nem viselti közintézmény, uh. és akkor, és akkor így elkezdtem, hogy akkor a Mérei Ferenc szakkollégium is legyen szívesen, megyék le a listát. Egyébként ez nagyon vicces, mert a, én a Györfi nevét úgy hallottam először, hogy a nagymamám a Györfi István utcában <laughs> lakik, és így kezdtem el megnézni, hogy ők kicsoda, és csak pont ez, hogy még időben meghalt, hogy, hogy elnevezhessenek róla a dolgokat. De amúgy a megváltoztatták annyi mentség legyen Rajk Lászlóról, Rajk szakkollégiumra. Úgyhogy ja, az, az már, bárki lehet. <gül> <gül> Ugyan, volt Rajk Endre is. Na, jó, szóval, hogy, tehát, hogy a maga szerintem az így indult el, és abba szerintem, hogy benne volt a bildunk, vagy talán valamennyire most is benne van amennyiben, mit tudom én, mondjuk pénzügy szakos hallgatók magyar filmtörténetet tanulnak, uh -huh. de mondjuk, ami így jó, mert szerintem így noveli a, vagy azt, amit mondjuk régen műveltségnek neveztek, azt még valamelyen ezt az eszmét szerintem így fenntartja. Az, hogy a, most milyen a döntés a, a fogalm sincs volt, és nem is tanítottam a rajkban soha, tegben, meg máshol tanítottam, de, de ott nem. A mai szakkollégiumi hagyomány, hát én inkább azt mondanám, hogy van igény arra, vagy lenne igény arra, talán szűkabb körben, de arra lenne igény, hogy valamit ebből a népi kollégiumi hagyományból visszahozni. Tehát hogy én azért is próbáltam ezeket, a, ami mondjuk a gyakorlati pedagógiában, vagy a valóság megismerésében fontos, hogy, hogy ezek, ezek már megvoltak itt a 40-es évek közepén, és hogy ezeket érdemes lenne feleleveníteni, és akkor nem a semmiből kéne kitalálni azt, hogy igazából, hogy működjen ennek a pedagógiája. A, a döntéshozatal, meg ezek szerintem hát, ö, titekesek volt, adok gondolom. Nem, Nem. Én, titekes, én, igen, igen, én, igen, igen. én igen, igen. Nem volt tettekes, jó, bocsánat. <laughs> De hogy a, a, én dolgoztam ugye sokat tekesekkel, meg igazából az is egy inspirációs forrás volt egyébként, mikor a méretet csináltam, hogy táborba is voltam, meg, megtanítottam is mm. őket, és nagyon összebarátkoztunk, és hát ez 11-2 évvel ezelőtt volt kb. és hogy hogy ott is úgy láttam, hogy nagyon jól működik a döntéshozatal, hogy sokkal közlékenyebbek, vitaképesebbek azok a hallgatók, mondjuk ha egy másik egy egyetemi közegben nézed meg, mint, mint a sima mezei hallgató, aki ott remeg egyedül a százfős évfolyamban, és nem nagyon ismer senkit, és már alig várja, hogy kimenjen, és inkább a telefonját nézi. Tehát az képest egészen más. Tehát, hogy tényleg ez a fajta ilyen politikai szubjektum, ami ezekben a ezekben a szakkolikban létrejött, az szerintem nagyon különbözik. Az. Nem mondom, hogy csak itt jöhet létre, de úgy általában én azt láttam, hogy nagy különbség van. A... Tehát amikor valami, egy 50 fős beszélgetés valamiről, akkor azt látom, hogy akinek fenn van a keze, hogy szeretne hozzászólni, az majdnem mint is, mert hogy arra van egy kicsit trenírozva már, hogy hogy merje megszólalni, tudja megformálni a mondatait, merje elmondani a véleményét, és a többi, és a többi. Ami az egyetemi képzésből, ami igen tömeges tömegképzés, nagyon sokszor hiányzik. És tehát ebből a szempontból szerintem valamit, ez a pár, amit úgy hogy baloldali szakkollégiumok, valamit visznek belőle tovább, és talán a rajk is ezt nem tudom megítélni, mert csak kívülről látom őket. A Ilyen sér... társadalmi felelősségvállalásban őket itt azért így exponálják magukat, meg például pont legutóbb a Neumann díjat a Mária Matsukától kapta, a két, egy, egy szocnám, vagy nem tudom, balos mm. szóval szerintem most egyre inkább egyébként náluk is érzem. Bár azért nyilván a rajk pont egy olyan szakkörgő, aminek a múltja ez kicsit ilyen, hát volt ilyen is olyan egy is. Azért ingem. a, igen. A rendszerváltás korán a neoliberalizmus, meg igen, igen, igen. amit most ilyen izé, fogalommal használva, a neoliberalizmusnak egyfajta ilyen fontos kiinduló intézménye volt a Marx Károly yeah. Közgazdaságtudományi Egyetemmel együtt. Szóval, hogy és ezt a vádat gyakran megkapja a mai napig baloldali közgazdászoktól is de, de én is úgy látom, hogy van egyfajta társadalmi felelősségvállás, nyilván nincs meg, a, hogy mondjam, az ilyen rendszerkritikai él ö, alapvetően szerintem benne a kurikulumban, de én is csak kívülről látok rá erre, és hát, és hát azért is tettem fel, mert, hogy ezt a kérdést alapvetően, mert hogy az a másik vád, ami különben a Partizánnak a nékoszos videójában is megfogalmazódik, hogy ezek a szakkollégünk ma kevésbé a, azt tűzik ki célként, hogy megváltoztassák ezzel a hát a forradalmi pedagógiával gyakorlatilag magát a társadalmi szerkezetet, hanem csak egyfajta mobilizációs intézmények, amelyeken keresztül könnyebben be lehet jutni egy, nem tudom, zsírosabb állásba. Ugye a Rajk, Bibó tagságának a politikai mm. utóbbi 30 évben tett uh, szerepállása az közismert, stb. a többi szóval, hogy, hogy, hogy kicsit átalakult a funkciója ezeknek. Az biztos, hát a, a társadalmi mobilitást, az a szóval se kerül formán, mert hogy uh, hogy már az érettségig sem jutnak el nagyon sokszor azoknak, akik igazából egyetemre kellene kerülniük, és ez ugye itt egy-két éven belül még ennél brutálisan sokkal rosszabb lesz. Tehát ez látható mm -hmm. már, hogy gyakorlatilag nem az, hogy nem az, hogy emancipatorikus oktatás, vagy felsőoktatásról, meg felzárkó, felzár, nem szeretem ezt a szót, de minden esetre, hogy mindegy nevezük emancipatorikus oktatást, nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy minél hatékonyabban kizárni mindazt, aki tudja kifizetni majd az egyetemi oktatást. Ezt nem tudja megváltoztatni a szakkolégium, mert hogy ott meg ugye benne van, hogy mégiscsak egyetemi polgárnak kell lenni az, hogy valaki felvételizhessen. Tehát ezt akkor lehetne esetleg megcsinálni, de hát azt én el sem nem tudom képzelni mondjuk a mai világban, hogy szén középiskolai szinten elkezdeni szervezni de hát ahhoz meg, mit tudom, vagy az önkormányzattal, szóval ez nagyon, nagyon bonyolult szerintem. Tehát azért mondom, hogy ez csak, vagy azért, mikor itt az előbb kérdezted, hogy mennyiben grassroot ez, hogy azért ezt hálózatként nem lehet már grassroot szinte működtetni, hanem a kezdet kezdetén fontos az, hogy az az indítatás, amit kitalálunk, vagy ami ezt a forma, vagy az a döntéshozatali processzus, amit, amit mi szeretnénk megvalósítani, hogy az alakuljon ki a kezdet kezdetén, és aztán utána az infrastruktúra, és nem tudom mi, az úgyis egyébként erodálni fog ebből a kevőletből, kev de hogy másképpen nem lehet, tehát muszáj sajnos intézményesedni. Nekem még egy utolsó témám lenne, most már régóta beszélgetünk, de, de hogy kicsit valami aktualitást még így <laughs> belepasszírozni, az, hogy most alapvetően a baloldali lágazásairól, meg, meg kortárs jelentőségéről, de hogy van egy jobboldali értelmezésre és szerintem meg egy ilyen behúzás ezeknek a dolgoknak, az, hogy kulturális hegemóniát építeni, az, hogy, hogy kitermelni a nem tudom, a ner ifjakat, a, a ner értelmiségét, itt egy csomó ideológusan rendszernek hivatkozik, ugyanolyan emberekre, akár mint vagyunk romszérak, amikre mi is hajlamosak vagyunk adott esetben, utalni, a Matthias Corvinus kollégium valami ilyesmi ö, funkciót próbál látni, most megkapott egy csomó épületet, határon túl is, magyarországi vidéken is. Ezt hogy látod, hogy ez hogyan viszonyul, mi az, ami bármennyien, nem tudom, autentikus kapcsolatához van, vagy itt is, vagy, vagy, itt pedig viszont tényleg megáll az, hogy, hogy itt alapvetően egy, egy nem tudom, rendszerkonform értelmiségnek a képzése van, vagy van egy olyan része, amit el kell ismernünk, hogy ez olyan méretekben zajlik, és olyan helyeken, hogy lehet, hogy lesz társadalmi mobilitási tudom, funkciója. Hát én ezt a másodikat nem nagyon látom uh -huh. ebben. Tehát én azt azért vagyok nagyon szkeptikus, bár nagyon jó, hogy így vetetted fel egyébként, de azért vagyok egy kicsit, nem kicsit, inkább az vagyok szkeptikus, mert hogy én már pont a társadalmi mobilitás nem látom. Én itt az elitképzés, meg uh -huh. a, az utánpótlás igényt, ezt nem világosan látom benne, de annak semmi köze nincs a társadalmi mobilitáshoz vagy nem feltétlenül van köze mobilitáshoz, tehát a budai úri gyerekekből is meg lehet csinálni, a, a háttérintézményt fel lehet tölteni, annak ilyen értelemben semmi köze nincsen. A hegemóniát úgyis meg lehet teremteni egyébként, nem kell organikus értelmiséget szervezni, hanem van egy, mit tudom én, egy, egy, nagyon jól bevált recept, és hogy a megfelelő budai kerületek, vagy a, mint tudom én, vidéki nagyvárosok megfelelő részeiből rekrutált fiatalokból, hallgatókból szervezni egy olyan elitet, amely mondjuk több nyelven beszél, vagy legalább egy nyelven nagyon jó, idegen nyelven nagyon jó beszél, kompetens a saját szakmájában, nyilván nagyon sok okos, értelmes ember van a magyar jobb oldalon, hogy ezt meg tudják csinálni. Nekem nem csak a politikai része miatt nem rokon szenves ez, hanem, 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 nekem a legfontosabb részemben tényleg a, uh -huh. a, a, társadalmi mobilitás volt, illetve maga a, a döntéshozatal. Annyi jó lehet benne, hogyha megpróbálom az ő szemszögükből nézni, hogy megpróbálnak egy politikai közösséget valahogyan felépíteni, és ezt nem csak felülről akarják, már részben felülről, mert ezek a hihetetlen összegek azért euh, nagyon kevés más kormányzati kontextusban tudnának megtörténni. Mor részvényeket hát azért nehéz leakasztani igen. a igen, Igen, meg hát a, a magyar teljes felsőoktatás büdzséjét meghaladó szalsz, ezek egészen elképesztő dolgok. De én itt azt is gondolom egyébként, hogy nem annyira tartalmi dolgokról van szó, mint inkább üzletről. Tehát, hogy az új az MCC új épületének a projekt, végnéztem azokat a projekteket, és akkor egy kiszámolod, hogy hány ezer évig tudott volna ebből működni a Mérei Ferenc akkor. Azt hiszem, hogy a csúcsidőben volt három és fél vagy 4 millió forint a költségvetésünk, ami azt jelentette, hogy 18 vagy 10-ben laktak, mert nekünk ugye nem volt egyetemi helyünk, hanem béreltünk egy lakást. Tehát, hogy hány ezer évig tudtuk volna működni ennyi pénzből. Uh, igen. Hát ez. Világos. Jó. Igen. Köszönöm. Értem, hogy mi van a mai fiatalok? <gül> <gül> igen, csak azért, hogy csak, már csak azért jutott eszembe ez, mert hogy ugye mondtad, hogy nem lehet ezt a kettőt, és hogy az a fajta társadalmi, ez az ilyen turbulencia, ami volt a vil másik világháború után, ez így nem nagyon van meg, és erre utalt a Nóra is, meg utalt is, hogy lehet, hogy pont ez lesz a kerékkötője az MCC-nek, hogy így nincs mire felépíteni valójában, és hogy, és hogy bármennyi pénz is öntenek bele, hogyha nem jön bele senki, vagy hogy nincsen igényre olyan értelemben, mint amilyen értelemben talán a volt igény, akkor az akkor így összedővel vagy esetleg De mindegy. Hát jó, de ez egy zsíros esztendíjjel, meg jó yeah. kollégiumi férő. Yeah. Meg az ez a az, 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 hogy az egyházi iskoláknak is ugye fel van tuningolva a finanszírozása hogy ponton azok jobb iskolává válnak, mm. és azok is, akik adott esetben állami beadnák a gyerekeik. Tehát, hogy szerintem ennek van azért, hogy ha van idő, <laughs> hogy, hogy ez, van, igen, azért van. szerintem le tud így csapódni. Igen, de próbálkoznak ezekkel a Öh, valami könyvstorozat, az most nem emlékszem, mi a ilyen konzervatív izé, meg valami ko konzervkafé, vagy mit tudom mi a neve. Nagyon sok Szó pot a podcastjaikat én szoktam igen, néha hallgatni, éves, bevallom, éves, éves, mert vannak érdekesek is, köztük. Is, Julius Skrajnal volt például podcastinterjú, aki egy izgalmas amerikai új konzervatív, na mindegy. Nehez szóval csinálnak volt. érdekes igen, tartalmakat. Igen, igen. Egyébként, úgy hiszem azt nem kell átlagadni. Hát köszönjük szépen a beszélgetést. Nagyon Ezen kimerítő volt, és mindenkinek ajánljuk az egyéb munkáidat, meg ezt is, ezt a konkrét legfrissebbet a fordulatban. És a mérei Igen? A Na, hát akkor előre. <coughs> <és> <coughs> akkor nyáron tessék előrendelni. <coughs> Amúgy nagyon sokat tanultam ebből a részből most, meg a készülésből is. Úgyhogy nekem már, a, már most megértem. Yeah. Igen. a Partizánnak a videóját, a Nekoszról azt is, hogyha felkötette az érdeklődést. Azt az az is nem is Na hát akkor azt neked is elküldjük. Jó. <laughs> ez tizen most lesz két éves. Egy, egy Partizán videó. info volt. Aha. Mm -hmm. igen, igen. És hogyha tetszett ez az adás, akkor kérünk benneteket, hogy iratkozzatok fel a Partizán Podcast csatornájára, a YouTube csatornájára. Az adás leírásában megtaláljátok Patreon felületéhez a linket, ahol be tudtok szállni a Partizán finanszírozói közösségébe. Ezt nagyon megköszönjük, ebből működnek a mi adásaink is illetve az összes többi Partizános műsor illetve, hogyha van bármilyen gondotok, amit megosztanátok velünk, küldenétek nekünk valamilyen tartalmat, ezeket mindig örömmel várjuk a belépési köszöntőkkel gmail.com címem. Szuper, sziasztok! Köszi, sziasztok! <laughs>